Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra 11 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Hát jó reggelt. Jó reggelt. A hét legboldogabb napjának pitvarába. Már miért nem? Már a csütörtök? Nem a péntek volt eddig? De az a hét legboldogabb napján. Ja, ez a pitvara. Te hülye vagyok. Ez, vagy jó reggelt. Ez a hajnalakért mondom, igen, Feri, hogy ez a pitvar. Jó fán, most már tudom, csak nem vártam meg a mondat végét. Holnap lesz a legjobb, és ez most a hajnal? Így van. Így van. De már itt is azért dereng át egy kicsi a boldogságból, a holnapi boldogságból, meg hát tegnap azért gyönyörű szép napunk volt. Halljunk be őszintén, hogy senki nem paraszkodott, kivéve ott, ahol esett, de én nem aflakom. Én nem emlékszem semmire a tegnapi napból. Mi volt? Tegnap? Nagyon jó voltál. Őrületesen jó voltam. Mi volt? Jó idő volt? Nagyon gyönyörű szép idő volt. Igen? Gyönyörű volt. Mit csináltál, hogy nincs meg semmi? Nem tudom. Aha. Jó, tehát most úgy kiesnek valahogy napok. Meg, ami nincs meg. Igen, az sincs meg, hogy mitől esett ki, amitől kiesett. Mondjuk én a Spider-ben másztam, az meg zárt hely, de ettől függetlenül mondjuk nagyon jól éreztük magunkat, mert hogy amikor bementünk és amikor kijöttünk, akkor is szép idő volt. Úgyhogy örültem neki. Voltál mászni egy jót? Persze, jó volt. Jó volt. Mi van a toronnyal, a újpesti cérnak? A múltkor, amikor kimentünk volna, ugye az újpesti cipőgyárnak a területén, az egyik, vagy egykori sajnos, egykori cipőgyárnak a területén, van egy hatalmas kémény, és ezen építette két hosszabb utat, egy 25 meg egy 18 méteres utat, amit már nagyon régóta meg szeretnénk mászni. De valahogy eddig mindig úgy jött ki a lépés, hogy vagy nagyon rossz idő volt, vagy jó idő volt, viszont nagyon fújt a szél. Az meg egy nagyon kitett út. Tehát ott nem szívesen mászik nagy szélben az ember, mert az nem tesz jót neki. Belefúj a Dunába, világos. Igen, de az már orkán erejű. Úgyhogy de arra is majd sort kerítünk. Meg hát a hétvégére reméljük, hogy ki tudunk menni, mert jó lesz, nincsen. Jó lesz, most már olvastam. Állítólag hétfőig megint. Én most azt hallottam. Mi lesz hétfőn? Az jön vissza az eső, mert hogy olyan régen esett. De hogy komoly országos eső? Aha, tényleg? Igen, hogy most megint visszakúszik a hőmérő, ilyen 30 körülre, jó idő lesz hétvégén, és aztán a hét elején meg megint elkezd így vacakolni. És majd augusztus 2-től, tehát jövő hétvégétől lesz ilyen nagyon parádés nyár. Na jó, de két hónap meg úgy hussant el, hogy hol esett, hol nem. Hát meg megint az augusztus-szeptember, nem? Mindig. Meg tolódik? De szerintem igen. Aha. Kicsit minden arra. Októberbe kezdenek majd iskolába járni a gyerekek. Az milyen jó lenne. Nagyon jó. És még májusban, amikor még nagyon rossz idő van, vagy júniusban, akkor még maradnak. Megoldottál megint egy problémát. Hát, nagyon egyel jó. Kevesebb megint. Nagyon komolyan jó. Mondom. Ennyi. Puff, kipipálod. És még csak negyed hét van. Igen. Olyan jó volt a tegnapi nap, hogy mentem hazafelé délután ilyen 5 körül, a Petőfi hídon átmentem, az nem tudom milyen út, mert ugye vidéki vagyok, én csak a mitten főutat ismerem meg ilyeneket. Petőfi hídon mentél át? A köves híd, igen. Október 23-a, azt hiszem az az út, ami ott a Allé előtt elmegy, aztán október 23. Hogy mész az M7-es felé? Na, mindegy, van egy nagy kereszteződés, és állt egy kis szürke autóban 4 fiú, ilyen 20 éves gyerek, vagy talán 5-en is voltak, és az előttünk lévő zebrán átment egy nagyon-nagyon csinos, szőke 20 éves lány. És az 5 fiú, de ilyen nagyon jó ízűen elkezdett tapsolni, fütyülni, kiabálni a csajnak, de amikor úgy csinálják, tudod, hogy helyes, nem megalázatos megizé. Tehát nem ez a szívogatom a fogam, cupogok és izé sziszeget. Nem akarsz beülni közénk, leviszünk a bancsira, amit nagyon megcsinálunk, nem ez volt, hanem... Nem parasztam. Igen, de hogy annyira őszintén tört ki belőlük, és a csaj hátrafordult, és vigyorgott. És az egész kereszteződés, így gyorsan körbenéztem, mindenki annyira élvezte a szituációt, mert olyan jó fejen nyomták a srácok, és annyira jó hangulat lett tőle, hogy így szinte mindenki megállt a dologban, csak hogy a tegnapi nap mennyire ilyen pozitív volt, vagy legalábbis ott abban a kereszteződésben. Slossz pajnál volt, hogy nem Kriszta, nem Karcsi volt. Igen. Visszaszólt. Igen. Ilyen hangon visszaszólt. Megyek, srácok. Nem, csak hogy ezt lehet normálisan csinálni, nem? Hogy amikor itt tetszés nyilvánítasz valamire, de nem bunkón szólsz be a dologra, hanem ilyen tényleg nagyon-nagyon jó fejen. Olyan jó, úgy az egész kereszteződés vigyorgott, látszott rajta, a lány nem sértődött meg, tám még oda is biccentett, hogy oké, srácok, vettem a lapot, olyan jó volt, hogy így adták át a dolgot. Igen, mert amikor azt tapasztalod, ez most teljesen egy konkrét eset nálam, egy pár nappal ezelőtt történt, és ott is egy picit, én nem tudom valahogy ezeket így feldolgozni, tehát hogy nálam ez annyira nem fér bele így az udvarlásba, vagy a tetszés nyilvánítás, hogy megyek le itt az Árpád hídről, Pesti híd főjén el a metróba, és akkor a két BKV ellenőr utána jelzett utána egy lánynak. Ja, szerintem utána tűnt, hello kicsim. Ment egy csinosabb lányka, ahogy a metró felé, hogy felszálljon, és akkor
Tudod így. Tehát, hogy a kutyád is öreg. Igen. Tehát, hogy... igen, az paraszt. Ja, de ez megmondom, pont az ellenkezője volt. Igen, ez a munkás udvarlás, tudod, az építkezéshez. Gyere ide, megrángatunk, baby. Igen, az nem annyira jó. De azt hiszem, egyébként csajtól függ, nem? Hogy ki az, aki örül neki. Valaki nem veszi föl, van, aki nem érdekel ez a dolog, nem? De az, de tényleg ez az utálat. Ronda Lendé, én mindig azt mondom azért, hogy persze lehet utálni. De a rohadt Ronda Lendél nagyobb nagy pattanások lennének, hogy 130 kiló lenne, senki nem fütyülne utána. Tehát én mindig a másik oldalt nézem. Nem, valóban nem jó így utána fütyülni. De még mindig azt mondom, hogy inkább örülj neki, mint hogy ezen felhúz magad, mert a bűrondra lenni, senki nem fütyülne, utána csak arrébb löknének. Aha. Nem így van? Jogos. Csavar, jó csavar. Szerintem. Aha. Tehát, hogy lehet sírni, hogy jaj, megint utánam fütyültek, persze. Legyél egy olyan testben, hogy 140 kiló, egy nagyon ronda, zsíros a hajad, és akkor majd nem fog senki utána fütyülni. Tehát, hogy szerintem azért így kell rá gondolni. Nagyon sok csaj felhába, hogy jaj, hát beszóltak meg, utánam fütyültek. Jaj, életem, hát dehogy utálod te azt annyira. Hogy utálod, senki rád sem nézi, csak egy bottal így gyorsan így arrébb túrnának, hogy menj már, mi vagy te ott, menj arrébb. Mi az ott? Az a lény. De azonosíthatatlan lény, menjen inkább arrébb. Szóval, hogy én nem tudom. Ezt egy jó nőnek szerintem el kell tudni viselni. Sokféle típus van már, hogy egyrészt ott van ez a tetszésnyilvánítás, hogy lehet ezt egy picit kulturáltabb, vagy jobb fejebb formában, mint mondjuk, hogy a srácok csinálták tegnap. Vagy lehet úgy csinálni, ahogy mondjuk ez a két ellenőr csinálta. Meg ugye itt vannak ezek a lányok, amik te vetsz fel, hogy van, aki jó néven veszi, tetszik neki, hogy észrevették, hogy ő csinosan van feltöltözve, vagy csinos. Vagy az, tényleg az a típus, én azt nagyon kedvelem, idézőjelben, aki úgy öltözködik fel, hogy nem tudsz elmenni mellette szó nélkül. Nem tudod nem észrevenni, hogy ott gömbölyű, ahol kell, és stb. De ránézés megsértődik. Aztán lehet, hogy a sértődés csak nekem szól. Miért ez? Miért ennek tetszett, miért nem annak? Ja, hogy ránézel, és akkor megsértődik. Igen, és látszik, van az a típus, aki magával se áll szóba. De látszik, hogy ő nagyon sokat tett bele a mai szettjébe, hogy ő jól néz ki. Tudod, de hogyha már észreveszik, és csak nem a trollin akkor... akarja learatni a sikert. De akkor ne járjon trollival. Akkor menjen busszal, ha akarja, vagy taxival, nem tudom. Igen. Na mindegy, gyerekek, Vézolika benne van az egyik bulvárlapban. Láttátok? Felkapták. Istenem. Na nézzek, most látok, Vézolika, hogy mi a hajának a titka, hányan klikkeltek rá. Figyelj. 300 Na és mi a titka? Elindítottuk. A műgyanta? Nem, tudod mi a titka? A morning show. A jó fogás. A morning show, az a titka. Pótaja hódít Vézolika. Gyerekek, az énekes sokat ad a megjelenése, igen? Ezt nem láttam. Mert tudja, hogy egy sztárnak jól kell kinéznie. A magyar Eric Clapton. Ó, hát... Micsoda? Ez legalább jó. A magyar Eric Clapton. A magyar Eric Clapton. A rajongók legnagyobb boldogságára szórja szét fülcsiklandozó dallamait. Csak itt tovább, Zolika. Na most így felfedezték, hogy mi egy hónap, ellen hónappal ezelőtt felfedeztük, most úgy akkor látszik, megtalálták? Akkor nem reagáltak viszont, túl gyorsan. Akkor ez viszont a mi sarunk. Haha, figyeljétek meg, hogy előbb-utóbb bekerül egy ilyen napi reality-be. A Balaton című klipben paróka van rajtam. De otthon többféle póthajam is van, nyilatkozta Zolika. De jó. Most például egy egyszerűen felcsatolható darabot viselek. Egyszerűen felcsatolható. Amit nem akarok tudni, hogy mit visel, igen. Szerintem nincs ezzel semmi baj, nyilatkozta Zolika, hiszen jobban érzem magam, ha felcsatolom a póthaj. Felcsatolom a póthaja. A szó maga, a felcsatolás nagyon jó. De akkor ezek szerint van valami szerkezet, amihez tényleg csatolja az ember, nem? Gondolom a maradék kis hajathoz kell azt oda csattintani. De valami csipesszel vagy olyan, mint... Igen. Te érdekes. Most ugyan stúdiózom, de ha lesz szabad időm, akkor lemegyek a Balatonra. Lesz új lemez, ez azt jelenti. Olvass a sorok között, lesz új dal. Stúdióba vonult Zolika. Új dal, új haj. A családom is szereti a slágeremet, sőt, büszkélkednek is vele. De nem említ meg minket, úgyhogy ezt majd számon kérjük. Nem mondja, hogy azért ez... A póthajas részén se vagyunk benne? Nem, sehol, sehol nem vagyunk. Sehol nem vagyunk, megemlíthetne minket, nem szép. Mert 40 ezerről mi húztuk 300 ezer fölé a nézettséget. Jó, de az a 250 ezer darab plusz like. Ja, az mondjuk semmi, igazad van. Az alap 40-hez képest, ha az nem lenne, akkor nem lenne mit felhúzni. Á, mindegy. Zolika. Na mindegy, nem említ meg minket, viszont itt van. Hát, vagy pedig az újság, akivel nem mindig vagyunk nagyon jóban, főleg te, akkor lehet, hogy ezt a részt kihúzta. Most kedveljük egymást. Ezt a részt kihúzta belőle. Kibékültünk, forró nyár, újra a Balatonon, délután kezemben alángosom, és idéznek a szövegből. Hát itt van, és itt van a kedvencem.
Vízibicikli. Delfines csúszás, csúszás, csopanás, ezt mind én akarom. Mind én akarom? Én úgy énekeltem, hogy mind-mind akarom. Mind én akarom? Az úgy van? Lehet, hogy de van többféle verzió. Van a demo verzió. Akárcsak a legnagyobb sztárok Zolika és turnébusszal járja a vidéket. Uh-huh. Na, hát azt láttuk, azt a turnébusz. Igen, egy egyterű. Hát jó, egy nagyon komoly egy. A turnébusz azért az talán barokkos túlzás. Igen. Na jó, van, örülünk neki. Hát ez nagyon jó. Kicsit későn reagált erre a bulvárlap, de hogy... Mert megvárták, hogy fölhúzzuk rendesen. Az elején még bizonytalanak voltak benne ők is, hogy jó lesz-e. Nem hittek benne. Nem hittek benne, de miután mi megcsertük Zolikát, már hogy fölépítettük. Mennyinél tart? 300 ezer fölött van. Tényleg? Most olyan 310 körül van. És mennyiről indult? 40. Uh-huh. Nagyon komoly. Azért az nem rossz egy ötszörös. Azért az nem akármi. Igen. Nagyon komoly. Hallottátok a híreket? Hallottátok, befelé jövett az autóba? Nem. Na hát megint volt egy ilyen nagyon okos, nagyon gondos anyuka, aki a 3 éves gyermekét bent hagyta a zárt autóban a tűző napon, és a rendőröknek kellett bebólintani a szó átvit értelmében az ablaküveg, illetve az izéket, a szélvédőket, mert hogy a gyerek nem reagált a kopogtatásra. Nagy de hogy, hogy tényleg, tényleg tehát, hogy még mindig itt tartunk, tehát, hogy vannak dolgok, amiket újra és újra... Hát nem. Nem de egyébként meg kit érdekel. Nem, tehát, hogy így érted. Hogy mi volt fontosabb a gyereknél? Hogy a műkörmös, vagy a pedig, vagy nem tudom mi. De egyébként, ha beugrott, hogy hívják, érted? Befőzéshez 10 kilót cukorért akkor is benhagyja a 3 éves gyereket a zárt autóban a tűzönnapon. De aztán a gyereknek nem lett semmi baja, nem? Vagy lehetett volna, mert hogy nem reagált egyébként ugye a rendőröknek a kopogtatására a kicsi, és hát azt hitték, hogy nagyobb a baj. Aha. És lehetett volna. Mi van, ha egy műbaba ül bent, akkor betörik a kocsimat? Be. Próbáljuk ki szerintem. Ott hagyok egy ilyen kis babát, akkor mi van? Betörik? De miért van nálad műbaba? Kezdődik? Nem csak berakok oda egy műbabát, akkor az betörik? Hát a csomó művészköz szokott nála lenni. Mindig van egy csomó mű, minden. Belül, nálam mindenből van egy mű is. Van egy igazi, meg van egy mű is, mindenből. Hát ez jogos ilyenkor, hogy betörik szerintem, nem, tök igazuk van. Hogy most vagy tévét nem nézett, vagy újságot nem olvasott, vagy a jó zenesze hiányzik. Inkább ehhez az sem kell. Igen. Tehát ehhez nem kell tévét sem nézni, hogy rájöjjön magadtól, hogy nem hagyod benne a gyereket, mert 38 fok lesz előbb a kocsiba, aztán 52. És kiszárad, és ott marad. Kemény. Igen, ez fura. Még az volt a államázia, hogy tegnap nem volt annyira meleg, nem? Tehát nem volt még az a 40 fok, tudod, hanem egy ilyen 20-25, ott még lassabban melegszik. Igen, meg hogy egy picit járt is a levegő, de hogy az zárt autóban nem jár annyira a levegő. Mi lehet a fejükben ilyen, hogy beugrom 5 percre és jövök? És mi van, ha hosszú a sor a pénztárnál? Vagy bármi na ez az, jön. Hogy ő aztán ott elfelejt, hogy ott van a gyerek? Tehát létezik, hogy te elfelejted, hogy beraktad valami, a gyerek? Valami nincs meg, azt mondja, hogy cukrot vettem, kenyelt, én tejföl, megvan a gyerek. Ja nem, az még ráér. Tehát, hogy... Igen. Nem kezd rajta agyalni, hogy valami így nem stimmel. Na mindegy, csak hát, hogy fura, szomorú. De én se értem egyébként, igen, mert ha beismész 5 percre, akkor se hagyod ott a gyereket. Vagy ha ott hagyod, akkor közben ezen kattogsz, hogy jaj, ott a gyerek meg. Hát nem is csak az, hogy meleg van, hanem mi van, ha a gyereket elviszik. Tudod? Tehát, hogy gyereket kocsiba hagyni, hát az simán ott elvihetik a gyereket, nem? Simán. Betörik, kiráng, hogy elviszik, beültetik egy kocsiba, kész, elviszik. Ritkább, hál' Isten, a gyerekrablás Magyarországon, de hogy nem mernék ott hagyni a gyereket. Nem csak a melegre való tekintete, egyáltalán. Nem? Igen. Nem és akkor megy vissza, és akkor hoztam neked kincsen egy kis ívólevet, mert tudom, hogy szereted. Csingőre rendőrök megvárják, amíg odaér a szülő? Aha. Vagy elviszik a gyereket, hogy mi? Nem. Gondolom, hogy akkor már várakoznak, nem? Megvárják. Hajtnak egy cedlit, hogy a gyerek nálunk van. ORFK. Igen. Teve utca, jöjjön. Igen, telefonszámot is. Talált tárgyak osztályán. Jaj, tegnap egyébként ilyen tanulságos napom volt, megint belefutottam, illetve nem futottam bele, hál' Istennek, meg nem lennék itt, de hogy megint így kiló 50-el versenyeztek nálunk a Béketér magasságában a Lőrincen, fényes nappal természetesen, a zebrán előztek, már hol előzzenek, kilo 50-nel úgy kb, hogy szemre ennyit motor tudtam, vagy autó? Autó. Tudod, tehát, hogy így belefér valakinek ez így nagyon jó, és akkor megvártam, míg elmennek, medmegszék, és akkor mentem át ugye a zebrán, jött egy másik autós, mint az állat jön, és így meg kellett így szaporázni a léptémet, hogy átérjek így a zebrán, és akkor azt mondtam, hogy most így lehet rajt felettem pálcát törni, mondom, egy picit népnevelek. Kicsit lelassítottam, picit visszafogtam így a tempomat. Hát basszus, ezért tényleg nekem kell már rohanni azért a zebrán, mert jön valaki egyébként, nem annyival, amennyivel jöhetne az üllői úton végig, és akkor így
és hallottam az autóból. Menjél már! Satöbbi, satöbbi. Kiszóltak te? Persze, ki, még ki is szólt. Még ki is szólt, tudod. Hogy ezért, hogy mert látta, hogy lassítok, látta, hogy próbálom egy picit visszafogni a tempóját. Hát csokolom, hát gyalog átkelő hely van ott, azért kellene egy picit lassítani, de ha meg nem is az, hogy picit lassítani, picit mondjuk kevesebb elmenni, mint kiló húz az üllői. És még kiszólt az autóból. Utánam kiabált. Milyen, ha megfogsz egy macska követ, és utána vágod, az mi van ilyenkor? Gondolkodtam, de lehet, hogy azt kiabált, hogy jók vagytok a Morning Show-ban. Csak valami hangot hallottál, igen. Valami nagyon dühös volt, de lehet, hogy ilyen. Lehet, hogy csak így fejezte ki. Na jó van, igen. Mi újság a játék, ahogy állunk? 2-1-re vezet. Kivel? Ki ellen? Önmagad ellen. Önmagam ellen? Önmagad ellen, mert eddig 3 játékot vittél a héten. Mi nagyon nem kiabáltunk, azt tegyük hozzá. Tehát hagyjátsz, legyen ez a te játszóter. Na most már megpihennék. Most már megpihennék, nem lenne baj, ha valaki más játszana. Te szoktad mondani, hogy a hallgató dönt. Ez igaz, de szívesen piherek. 3 meccs után most egy picit megpihennék. Na nézzük, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy Vézolika komoly turnébusza Csepelen megtalálható. Eddig matrica nélkül volt, most, hogy beszéltetek vele, már van matrica. Rossz vagy szánalmas, hogy nem említi meg a neveteket. Hát igen. Nem szép tőle. Mm-hmm. Nem szép hát tőle. Nem szép. Annyit mondhatna, hogy hát igen, a Morning Show-ban fedezték föl, és azóta. Még persze, nyilván előtte is volt haknia. Már lehet, hogy mondta, csak ugye nem értek be. Mert még a 50 Cent is szoktam mondani, nem? Hogy az Eminem fedezte föl, és hogy ugye egy picit azért rosszul esünk. Picit megemlíthetni, igen. Azt mondja, hogy Jani, hétfőn említettél egy balatonfüredi cukrászdát. Ja, majd adáson kívül. Ott a sétányon, igen. Attól függ, merre mész a sétányon. Aztán kiderült, mert mindenki ismeri, csak én nem. Ja, hát azt igen. Még ez is, aki nem voltam. Ha a szökőkút felé mész jobbra, ha a szökőkúton a hátad mögött és a sétányon mész be balra. Talán Zákonya a sétánynak a neve. Na, az egy sétány van, mindenki ott vonul este. Pucparádéban. Ki jött az ő sétány? Voltam. Sétány? Aha, ezért voltam én ott furcsa. Az egy ilyen nagyon kiöltözős. Nyaralásra viszel este külön szettet. Nyaralás, esti szett, sétányon sétálós, nagyon kiöltözős, magas sarkus, felhajtott galéros pólós. Aha. Nagyon csinos. Galéros pólós, nagyon csinos. De ha mentek is banános krémest esztek, az egyébként felejthetetlen, felülmúlhatatlan, megdöbbentő, kulináris élmény, előtte ne egyetek semmit. Jó tanács. 2 napig. Ahogy Jani készül a hétvégén. Hétvégi cukrázás, mert csütörtök délelőtt már nem eszik semmit. Azt mondja, hogy lehet, hogy dohányboltba szalad be a kedves anyuka egyébként. Na, az még szem. Igen, oda viszont nem tud bevinni a gyereket. Oda nem. Ő gondos volt. Most derült ki, hogy az anyuka gondos volt. Oda még mindig nem vihet be a gyereket, igen, mert megbüntetnek. Hát vagy pohárkészletet adtak a viszki mellé. Igen. Volt egy ilyen akció. Na jó van, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan. SMS számunkat mindenki tudja. Aki szeretne bennünket kívni, tegye meg. Írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3-4-8-8, gyerekek, még csak 3-4-7 lesz. Hát ez hol van az még? 3 perccel elmúlt már 3-4-7. Van valami 10-től, hogy itt sietsz. Fontos meccs. Rohanom kell, gyerekek, igen. Szóval 10 perc a 7 óra, ez a legegyszerűbb, jó? Durván 10 perc van. Azt mondja, hogy van egy-két trafink, Jászberényben a Nagykáta felé haladókat mérik. Attila 24 órás futár küldte ezt nekünk, valamint mérnek az M5-ös Kecskemétre vezető oldalán a 81-es kilométernél, Szeged irányába. Azt mondja, hogy igen, az Ibrányi buszon üzeném annak a parasztnak, aki ma se fürdött le, hogy a K anyádat. De szeretem. Nagyon. Kazi. Jó van. Budakeszi kijárat előtt 100 km/órás tábla van, és mérnek is, ezt Balázs küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, és drága Anna, kérlek, hallgassátok meg a sztorimat, Csaba vagyok. Hát ezt nem ígérjük. Uh-huh. Így most elsőre. De ha leírod SMS-ben és érdekes, akkor lehet, hogy tudunk vele foglalkozni. Így van, inkább e-mailben küldd el. Biztos, hogy elolvassuk. Igen. Igen, elolvassuk, igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Ne! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Andi vagyok. Hello, Andi! Honnan hívsz minket, Andi?
Hát éppen az M3-as autópályán vagyunk. Na, hova mentek? Nyíregyházára. És mit csináltak ott? Hát kirándulni megyünk. Tényleg? Családdal? Igen. Jókorán családdal? Nem, ketten párommal vagyunk. De jókorán elindultatok? Hát igen, hogy időben legyünk. Mit csináltok? Mit néztek meg, hogy hol mentek? Állatkertbe megyünk. Az nagyon jó. Zöld piramis? Igen. Le a kalapa. Nagyon menő. 3 órát utazni egy állatkertért, az bevállalós. Nem akár ilyen állatkert, igen. Az bevállalós. És csak az, vagy mentek... Mentek még valahova? Nem, csak állatkertbe megyünk. És aztán haza? Tehát egynapos kirándulás? Igen. Szép. Hát úgy gondoljuk, nagyon sok jót hallottunk már az állatkertről, és úgy gondoljuk, hogy megéri. Meg mások is azt mondták, hogy... megír, mert hogy nagyon szép hely. Aha, ez egy világszám. Na jó, van, kivel szeretné játszani? Janival. Jól van, indítjuk az órát, jó? És akkor figyelj. 3, 2, 1, és tessék. Andi, szeretnél kérdezni? Vagy kérdezek én? Inkább kérdezte, hogyha gondolod. Oké. Szeretitek az állatokat ezek szerint? Hát persze, igen. Igen, túl furcsa kérdés volt ez, igen. Nem, azért megyünk, mert utáljuk. Meg akarjuk dobálni őket magyaróval. Jaj, de sajnálom. Hát ez rövid volt. Nagyon izgultam egyébként. Igen, de mi? Nagyon rövid volt. Banánomba se tudtam belerapni rendesen. Andi, hát ez most ajándékcsomag nélkül zajlott le. Ez a kis... Sajnálom. Igen, rövid volt, 10 másodperc sem volt. Tartalmas. Sok mindent megtudtunk rólad és az állatokhoz való viszonyodról. Meglepődtél ezen a hülye kérdésen. Igen. Nem baj, majd legközelebb hátha. A Jani egy nagyon okos kérdéssel készült, de aztán rájött, hogy jobb, ha egy ilyet dob be. Igen. Igen. A meglepő kérdés a jó kérdés. Ugye a következő lett volna a vesztek zócse megét? Most mi a kedvenc állatod? Megnézitek-e a cápákat? Andi, köszi a játékot, ciao. Nagyon jó kérdés. Köszönöm. Sziasztok. Köszi, hello, ciao, ciao. Hello. És ezzel? Na, hát akkor egyel beljebb vagyunk. Meg. Sőt, nem egyel, meg a héttel vagyunk beljebb. A héttel? Hát megkoronáztad a hetet. Hát ezt el sem hiszem. Micsoda sikerélmény. 3-1. Tök jó. Meg is vagyunk. Behúztuk. Igen, ott van az ócse meg, ott lehet adni ott 10 ócse meg. Imádom, csak nem a kecskékkel kell kezdeni. Tehát, hogy arra vigyázni kell, hogy ne véletlenül se a kecskékkel kezd az etetést, mert akkor nem szabadulsz. Nem tudsz nekik ellenállni, kis kecskéknek nem lehet ellenállni. A nagy kecskék konkrétan a papírzacskóval együtt kitépik a kezedből, és hogyha meg tudod menteni néhány ujjadat, akkor szerencsés vagy. Igen, ők elég agresszíven nyomják ezt, az ócse meg van nálad. Igen, ez a pesti állatkertben is van. Igen. Jó az állatkert, csak kár, hogy szakad az első Nyíregyházan, írva. Jaj, de rendes vagy. Majd eláll. Hát inkább most tudják meg, mint hogy odaérnek, még Pesten jó idő van, és ott ugye arra megy a hidegfront. Már arra megy el. Tehát ugye onnan, ott hagyja el az országot. Jó, de ők 5-kor indultak, tehát már Nyíregyháza alatt vannak. Igen. Nem, hát most még álltak az M3-oson Pesten. Igen. Nem azt mondta? Pesten? Még Pesten. Hát, hogy félreálltak valahol itt Pest után az M3-oson. Csak hallucináltam. De, már ott vannak? De amíg az esődik bementek a piramisba, és akkor majd amikor kijöttek, akkor már nem fog esni az eső, mert nézem egyébként Magyarország pillanatnyi időjárása 6 óra 52 perc, és tényleg. Addig forduljatok vissza. Nincs szebb egy kikapott játék után visszafordulni. Hát vigyázz, majd 300 kilométer, hát azért, hogy ott szakadjon az eső. Szép a pesti állatkert is, gyertek vissza. Igen. Szóljátok a Csajszínak, üzenem, hogy Nyíregyháza közelében öblik az eső. Pesti, Pisti az M3-asról. Nyíregyházán szakad az eső, írja Kazi. Szegély. Anna? Hát mindegy. Anna? Hallasz Anna vagy Trécsel? Nem, szól aztán vízöntő. Hívj már vissza a játékos, léci. Játékost hív vissza, léci. Szóval tartjuk addig, amíg eláll. Megkérdezik, hogy hol tart. Hát igen, nem hallgatom, igen. Akadályozzuk meg, hogy odaérjen. Akkor átirányítjuk valahol máshova? Ajánljál neki valami mást. Hol van jó idő? Nyugaton már jó idő van. Közép-Magyarországon jó idő van. Hát... Kanyarodjatok vissza Kecskeméten. ott is van. Menjenek Veszprémbe. Ennyi. Ott is van, vagy Berénybe. Igen. Ne kérdezzük, hol tartanak. Csak akadályozzuk meg, nem? Hát... Csöngéste jó? Az nem jó, hogy Feri kiszalad és a kocsi elé fekszik? Hát azok, hogy... Nem. Itt vagy, Andi? Andi, hello. Hello, Andi, újra. Sziasztok. Hello, visszahívtunk. Figyelj, hogy hol tartotok? Hol tartom most? 175 km. Már mindegy. Akkor menjetek. Jó, akkor jó.
Nem, több hallgató elküldte nekünk, hogy Nyíregyházán szakad az eső. Aha. És nincs túl jó idő, hogy ne menjetek, mert hogy ott még azért elég cudar idő van. Hát már nem fordulunk vissza. Persze. Ez a beszéd. Gumicsizma van? Nagyon rosszul hallak egyébként, hogy tegednám. Csak annyit akartunk mondani, hogy Nyíregyházán van most egy nagyon új, friss kiállítás, az esőerdő élővilág. Nem, hogy ömlik az eső, de akkor menjetek, jó? Csak akartunk szólni, hát ha még esetleg korábban vagytok, és akkor vissza tudtok fordulni. Köszönjük, jó. Köszönjük, hiszen aranyosak vagytok, de nem fordulom már most vissza. Mert ha esetleg... Hát, hogyha... Dacból se. Ha esetleg bevállalósok vagytok, akkor a Xantusz János állat kell Győrben. Jó? Ott süt a nap. Igen. Köszi, Andi, ciao. Köszönjük. Hello. Igazad volt, már nem Pesten vannak. 170-es kilométer, az még egy 100-as és ott. Ott már dübör. Ott már dübör elmegyek. Ott már csak azért is. 170-nél visszafordulni, az igen. Láttál már csurom vizes hóleopárdot? Nem, de nem is fogsz, mert nem jön ki, tudod? Ja, igen. Na jó, hát ha van ott majd valami jó csúszdapark, nem? Bemennek, az fürdenek egyet. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, mint 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindenkit azt foglalkoztat, hogy Andiék hova menjenek. Mennyire egy házára ott szakad az eső, menjenek az Abonyi állatkertbe. Fehér kisoroszlánokat simogatni. Az jó, egyébként. Ha, az jó, ha csak más is. Igen. De más is. Mi is voltunk egyébként nem régiben simogatni. Fehér kisoroszlánokat. Nem voltak ki. Igen, nem jöttek ki. De simogattam a gyerek fejét helyett. Gyertek, csak nem esik az eső, egy nyíregyházi kecske. Írta nekünk, köszönjük szépen. Igen, hát mindegy, most már elindultak, nem tudjuk őket visszafordítani. Azt mondja, hogy nagyon sok SMS. Szemezgetek, jó? Legyen majd, így. Jó. Addig egyetek így adok. Azt mondja, hogy Trafia 85-ös úton Farádon, Sopron felé Mérfejérsze át, Feri küldte nekünk. Aztán M0-ás Gyár és Dunaharaszti között teljesen megállt. Rendőrök tűzoltok a helyszínen, ezt Bodri küldte nekünk, méghozzá az M1-es felé. Úgyhogy ez az oka, ezt sokan kérdezték. Azt mondja, hogy M0-as 28-as kilométer, M5 felül az M7-es felé. Ez lehet, hogy most ugyanaz, nem tudom. Két kamion ütközött, és már 2 kilométeres a torlódás. A soroksári lehajtó előtt. Ezt olyan 4-5 SMS-ből teszem össze egyébként. Jó, csak hagymával, mert majd kipukkadok, már annyit ettem itt. Tehát van, aki a soroksári lehajt előtt küldje, van, aki azt, hogy 2 kilométeres torlódás, van, aki azt, hogy 2 kilométeres torlódás két kamion között, mindegyik SMS kék, és akkor így a 4-ből összegyúrok egyet. Aztán lehet, hogy ez 2 különböző helyen van az M0-áson, de valamit sikerült összerakni. De így legalább mindenki érzi a törődést. Igen. Miért cseszitek el a műsort fél óránként hírekkel? Na ez az. Nem mi, az Ákos. Figyeljetek, mi nem akarjuk, de az Ákos mindig ide bejön, kinyomja a mikrofonunkat, benyomja a sajátját és beszél. És tolja. Igen. Nem tudom, mit csinálni. Szörnyű egy erőszakos fiú. Nagyon, nagyon, és csak a hivatásának él. Nem, már kezd kellemetlen lenni, de most hogy mondod meg neki? Ugye? Az a baj, hogy ne gyere fél óránként. Picit sok vagy most, Ákos. Nem, rosszul esne neki. Igen, egyébként előírás. Tehát, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket ugye kereskedelmi rádióknak be kell tartani. Például a 4 órás hírblokk reggel, például a feles és az egészes hírek, vagy például, hogy 1 órán belül hány perc reklám lehet. Ezeket nem mi találjuk ki, ezeket így megalkotják, és akkor betartatják velünk. Viszont 9-től már csak óránként van kitartás. 9-től már csak óránként van, ez is szabály, így van, mint ahogy az is, hogy hány percnek kell minimum lenni, mondjuk a híreknek, ugye 6 és 9 óra között. Ugye, tehát ott van ez a minimum 4. Ezért van ilyen sűrű hírek, amikor Ákos van, megmert a vezérigazgatónk unokaöccse. Az a másik. Jöjjenek az Afrika Múzeumban Balaton Edericse, mondja nagyon valaki. Nagyon jó tipp, így van. Gyertek Győrbe, Romboló írja nekünk, itt süt a nap és remek az állatkert. Aztán, hát körülbelül ennyi. Harkányban süt a nap, állatkert sehol. De süt a nap, úgyhogy oda is mehetnek Andék. Aztán valaki csak annyit küldött, hogy délután már jó idő lesz. Az is jó. Menjenek lassabban. Álljanak meg itt-ott. Igyenek egy forró teát. Mire bezár az állatkert, meg. És akkor ott is lesznek. Valahogy én nem csinálom ezeket az egynapos elindulós hazajövős dolgokat. Pedig nagyon jók. De ennyire? 300 kilométert autózni. Jó? Jó.
Jó. Mi ebben nagy specialisták vagyunk. Ez az egy nap elindulsz, ott vagy, megnézed, eszel valami délután haza? Tökre rendben van. Komolyan? Persze. Mi mindig úgy indulunk, hogyha elindulunk, ilyen szombaton indulunk, és akkor ilyen nagy hétvégi program. De ez egy napos program, ez nekem valahogy kimarad. Nem, ti úgy indultok szombaton, hogy pénteki program. Ez igaz. Ez igaz, mikor indulunk? Péntek délután kettőkor, szombat reggel, nem kéne már indulni, de na, együnk még, jó, szombat kettő, menjünk, hagyjuk a francba az egészet, menjünk haza. Igen, jó, hogy ismersz minket. De érdemes. Hogy tudod te ezt egyébként, tényleg? Például itt van ezt fölírtam magamnak, én gyűjtögetem a telefonomba az egynapos programok. Aha. Van egy ilyen mappám. Soha egyiken se voltál még. Hát, hogy nem tudunk eljutni sehova, mert hogy mindig máshol vagyunk. Figyelj, mert fölírtam magamnak 600 dolgot. Tök jó. Szemezgessek Bali Viki Beni egynapos programjaiból. Például ez lehetne egy egynapos program szombaton, hogy megnézed az egynapos programok mappádat. Erre jut a végén. De nem, mindig történik valami, mindig vagyunk valahol társaságban, itt vannak gyerekek, körülöttünk, jövünk, megyünk, jönnek hozzánk. Mindig van valami, de soha nem jutunk el arra a Bali által felírt egynapos programra. Most megmondom neked. Akarod tudni? Hát, ha valamiket nem ismered. Tök jó. Figyelj. Ja, nem. Jegyzetek. Azért jött a bakancs listád, mert örökké fogsz élni, ha végigmész rá. Figyelj, mondd nekem, hogy... De a legyes, és a Vik is behozott egy telefon, mert már két telefon kell hozzá, 64 giga. Egynapos programok kettős pont. Aha. Csak mutatom. Igen. Tényleg be van. Nem kamuzom. Tényleg. Egynapos programok. Na olvasd, mik azok? Mik azok? Azt mondja, hogy Viki a Sandon, én csúszka masszázsba. Igen, bum-bum finish Balinak. Bang-bang finish. Tessék, Balaton Ederi Afrika Park. Nagyon jó. Ezt ajánlotta is a hallgató, tehát ez biztos jó. Jó. Miért javítsatok, nem voltatok ha valamit, húzzatok le. De nézzük, tételesen nézzük meg. Tehát azt mondja, Afrika Park, mehettetek volna mondjuk bármelyik hétvégén. Ha meleg van, az a baj. Aha, ha nincs jó idő, az a baj. Igen. Ha későn indulunk, az a baj. Ha túl korán indulunk, az a baj. Pedig az megléphető távolság. Ha otthon maradunk, nem, az nem baj, az jó. Jó, következő. Okay. Nőtincs sehol, sziget, mellette bánk. Tökéletes. Fölírva. Én szóltam. Jó? Aha. Nagyon jó. Jó. Nagyon jó a program, gyerek is nagyon jól fog érezni magát, és van egy nagyon jó kis étterem, ahol ehette ki a... Rezidino Park Zalamegye. Uh-huh. Várjál, ezért húzzuk ki a bánkot, mert keresztül kell menned Pesten, és az dugó neked. Tehát ugye úgy tudsz menni bánk felé. Hát vagy az M0-áson körbe. Ahol most áll két kamion miatt órákig a hát sor, de nem most indulom. Arra, de nem mindegy. Hát jó, megáll. Jó, akkor nem megyünk. Jó, nem megyünk. Kihúzva. Mehet a következő. Csákvár, ez jó cuki, ezt eddig teltad. Zsámbék harckocsi park. Hát, na, azt lehúzom. Azt a fos. Figyelj, Reziben van ez a Dino Park. Igen, Rezidino Park. Na jó, van ott egy kis 5 kilométeres túrával még a Rezivárnak van. Az is felejtsd el, igen. Katica Park hol? Kérdőjel. Aha. Katica Park hol? Kérdőjel. Azt mondja, hogy... Katica Park hol? Fölírva. Még katicák vannak? Nem tudom, ez egy nagyon helyes Katica Park. Ezt van valahogy fölírtuk Vikivel. Az is jó egyébként. Azt hiszem, hogy ez egy... Sehol sziget? Ez a Sehol sziget. A Katica az egy megint másik, de a Sehol sziget is nagyon jó. Sehol sziget is jó? Az is nagyon jó. Te mindegyiket ismered? Igen. Mondom, hogy egynapos specialisták vagy. Te vagy ilyen egynapos, igen. Mint a túron a hegyi menők, tudod, te ilyen egynapos specialisták. Csak arra az egyre várom. Gyerekek, bezárt az óvoda, hát ez minden szülőnek egy szenvedés idézőjelesen nyilván. Azért 3 hétre lekötni a gyereket, ugye? Nem? Nem hát egyszerű. Azért az komoly meló szerintem. Nem hagyhatja mindenki az autóban. Hát így. Nem lehet mindig beugrani egy dohánybólba, ugye, amíg a gyerek alszik az autóban, hogy a rendőrség szabadítsa ki. Szóval, hogy ezek vannak elmentve. Nagyon jó. És melyiket fogod és mikor megcsinálni? Viki programjai. Ezeket még én se ismerem. Óriás kerék. Az a belvárosi. Bent? Aha. Deásnál? Az jó. Az egyébként jó. Ez jó. Az jó. Dino kiállítás millenáris. Igen. Ezt is fölírtam. Látom, hogy igaz, a dinók azok a család összes tagját érdekli, hiszen van ez így dinó park. Igen, külön elmetette, elmetette a dinó kiállítás. Azt mondja, Gyöngyösi állatkert. Jó? Tök jó. Igen? Nagyon jó. Jó. Gyöngyösen van állatkert? Igen, azt egy kis magánállatkert. Nagyon helyes, nagyon aranyos. Igen. Bakonyi Kalandpark. Van olyan borzos képen. Bakonyi Kalandpark. Aha. Tökéletes. Jó. Ezt is ismered? Igen. Nem tudok olyat mondani, hogy nem ismersz. És levendula fagyizó. Fogalmam nincs mi ez, de fel van levendula. Hát a levendulakhoz Tihany. Nem, igen, de az nem fagyizó, hanem levendula ház. Az a Tihanyi belső tópartján. Aha. Mi vagy, te gyibusziroda?
kérdezz bármit. Miért nem keresetnek még téged egy utazási irodát, tényleg? Egy napos programunk Janival, és akkor ott ajánlanád. Ajánlom ezt. Egy ibusz irodában. Jó, akkor mondom. Ott van egy kis megkötőút, hogy jól rákanyarodnak, akkor talán egy nagyon helyes kis rájházat. Igen, jó, igen. Ott egyszer József Attil is megszállt, és evett Jókai Bable. Tényleg, nekem ezt kérem. Írja valaki a Legolandet. Na, oda menjetek. Na. Gyerek, jó, azt felejtsétek, az nem egy napos. Azt mindenki felejtse, komolyan. Oda ne. Aki tudok, arról lebeszélek. Szívalakító, köszönöm. Az is szép volt, igen. Imádom, amikor így a hallgatók ezt megjegyzik, hogy a szívalakító, na azt is felejtsétek el. Szívalakító, a legnagyobb átlagos. Meg már ki tudja, hogy milyen alakja van azóta. Azóta, igen, hát kapott egy léket. Igen, igen. Azt mondja, gyertek az ügyfélszolgálatra. Légkondink van, és egy csomó állat lesz. Az ügyintézőt etetni tilos. Az ügyintézőt etetni tilos. Na most gondolod, de hány szülő tapad rá a rádióra, és hallgatja ezeket az egynapos programokat, mert otthon gondolkozik, hogy mit csináljon az egy vagy két kissé túlvezére a gyerekével, nem? Akiket azért tényleg nem egyszerű lekötni, már voltál itt, már voltál ott, ide mentél, oda mentél, de még mindig van két hét. Nekünk mennyi? Nekünk még mindig van két hét, amíg zárul az ovi. Nekünk még öt. Nekünk még öt hét? Hát persze. Hát mi ugye nem járatjuk ilyenkor oviba. A gyerekeket viszont kicsapjuk őket a Velencei tó partjára. Rideg tartás van, ne fulladj bele, gyere haza, ha baj van. Az igen, jelentkezz ebédnél, jelentkezz vacsoránál, igen. Hát nálunk matek, angol, sport. És amire még van ideje, meg energiája. Már mi, hogy szakkörözik? Igen, szakkörözik, készül, igen. Szeptemberre, heti iskolába megy? Szeptembertől iskolás? Hát úgy tervezzük. Úgy tervezzük, hogy neki fut még a hatodiknak is. És jó, hogy tervezi. Igen. Szóval, hogy elindul az iskola. Persze, egy picit nem hagyjuk nagyon, hogy eleresse magát. Egy kicsit azért valamilyen szinten tartásban kell, hogy részesüljön. De egész nyáron végig minden héten kétszer járt matekra és angol. Igen. Igen. Az angol jó. Nyáron? Hát tudom, nyáron utalják. Voltál te gyerek? Voltam. Na, akartál te nyáron angolt tanulni? Nem. Számítógépes szakkörre járvasen, nem. Végre. Egri csillagokat olvastam nyáron. Na, tessék. Meg rosszakodtál haverjaiddal leginkább. A kis barátaimmal bandáztam, igen. Gyere, Jani, hozzám, főzök egy ebédet, add ezt a szakács írja nekünk. Jöjjenek a belvárosba, hatalmas az állatkert, és jó az idő. Ja, ez már utazási időt. Jöjjenek a belvárosba. Na. Jól van, ennyit az egynapos programokról. Kérdez egy hallgatónk, pont erről akartam beszélni, Szilvi kérdezi, hogy mi a helyzet a taxi kontra Omega ügyjel. Hát. Debrecenben voltam vasárnap Szombathelyről. Zárójelben. Egyébként Szilvi írta nekünk. Hát érdekes a dolog, én elolvasgattam, ugye nyilván a bulvár sajtóból mindig meg kell szűrni, hogy most mi igaz, mi nem, hogy írják, mit írnak, kifelé ferdítenek, vagy nem ferdítenek, de ami nagyon-nagyon furcsa a dologban, hogy mégse akarnak állítólagosan a Benkőék most már rendőrségi feljelentést tenni, és a taxis vállalat lenyilatkozta, hogy nem biztos, hogy az a Benkőéknek túlságosan jó lenne, ha az a beszélgetés, amit rögzítettek köztük és a diszpécser szolgálat között nyilvánosságra kerülne. És ezek után, amikor ezt a Benkőék megtudták, azt mondták, hogy jó, vagy nyilván közben azért hajnalban felsejlett, vagy reggel erős fejfájása közepette, amikor megriadtak, hogy is beszéltek a diszpécseresekkel, hogy talán nem biztos, hogy ezt olyan nagyon kéne erőltetni. És állítólagosan nem is emelnek vádat, és nem is fogják előzetesben tenni sehova ezt a fiatalembert, hogy nem akarják már ilyetekes a Benkőjét se annyira, és szeretnének inkább megegyezni, vagy kibékülni. De mi lesz az igazsággal? Hát az, hogy rejtve marad, itt figyelj, nem szóval, van, hogy akkor azért én ezt jól sejtettem, hogy azért itt nem minden úgy volt. Az nem jól úgy van, hogyha ők már megtették a feljelentést. Ját, visszavonhatod. Vissza lehet volna? Ezt nem tudom. Én azt hiszem, hogy nem lehet visszavonni. Egyszer volt egy ilyen eset. Az van, hogy a feljelentést ráadásul nem is feltétlenül ők tették, mert a mentősöknek tudomásom szerint hivatalból feljelentést kell tenniük egy ilyen esetben. Igen. Tehát, hogy ez a dolog már elindult, tehát, hogy ezen végig kell menniük, csak lehet, hogy nem a nyilvánosság előtt fogják ezt tenni, hanem így. Hát igen, de módosítod, átgondolod, visszavonod. Lehet, hogy szerintem ott azért még van. Aha. Van különböző lehetőség. Minden esetre a kezemet. Igen, összeverekedtünk, és a taxi szedett szét minket. És úgy kapott egy pofont a taxi, és minket összeverekedt. És nagyon szépen köszönjük még egyszer. Igen. Szóval puhulnak az álláspontok. Aztán egy másik labban azt is olvastam, hogy a taxis társaságnak a szóvője, vagy nem tudom, ügyvezetője azt mondta, hogy egyik fél számára se lenne jó, ha kiderülne ez a beszélgetés, hogy ez milyen hangnemben zajlott.
minden esetre ez a Benkőékre is terhelő. Aha. Tehát mégsem ez volt, hogy jó estét kívánok, egy taxit szeretnék kérni a Four Season nem tudom elé. Nagyon szép, mennyit kell várni 20 perc? Nagyon szépen köszönöm, várjuk az autót, viszontlátásra. Tehát valószínűleg nem egy ilyen hangvételű beszélgetés volt, mikor közölték velük, hogy nem biztos, hogy 3 percen belül ott van az autó. Változtatnánk a tényálláson, az úgy történt, hogy akkor orral öklöm vágtam. Magam. Utána beleharaptam a bal kezembe. Ekkora ciki farva harapott. Igen, most azért az. Lejtettem a kulcscsomómat, lehajoltam, és véletlenül lefejeltem a térdemet. Azon azért gondolkodjunk el, hogyha a Benkőik nem emlékeztek erre a beszélgetésre. Igen. Hát akkor szerinted... Akkor Covington. Akkor nagy baj volt, gyerekek. Az nagy baj volt. Szóval, igen, érdekes fejlemények ezek. Ugye, hogy akkor ez így változik ebben a formában. Azt hiszem, ez a beszélgetés nem jelenik meg soha egyébként. De abban még a taxis nem volt benne, az ugye a diszpécser meg a Benkőék között. Hát csak ott már azért kiderül, hogy te milyen igen. állapotban vagy. Na, bizony. Bizony, csak azért volt érdekes, mert azt mondtad az előbb, hogy a taxitársaság azt nyilatkozta, hogy egyikőjük számára se lenne jó, ha kiderülne. Tehát a taxitársaság számára sem, és a Benkőék számára sem. Igen. Miért a diszpécser néni csúnyán szólt vissza? Azt én nem hiszem, mert őket folyamatosan hallgatják. Menne a levesbe szerintem akkor. Igen, őket nem nagyon tudják. És fogadja ezt a két omega jegyet. Gyerekek, hát ez egy figyelmeztetés a 70-es generációnak, erről beszélgettünk itt, csak elmondtam, ugye, hogy a 70-es rockerek. A 70-es rockerek kaptak egy figyelmeztetést, hogy azért vége. Nem lehet minden. Utána jönnek a 60-asok. Igen, Feroék fognak. Feroék Mártézén. Feroék készül, ők is kapnak. Óvatosan, ne duajkodjatok. Ők is kapnak majd egy figyelmeztetést, aztán jönnek az 50-es rockerek. Így van, az 50-esek. A tankcsapdások, huligánszesek is szépen majd megkapják. Tehát mindenkit előbb-utóbb figyelmeztetnek, hogy eddig is nem tovább, nem? Tehát tűrtük, oké, nem van, de hogy minden generációnak eljön az, amikor azt mondják, hogy észnél kell lenni. Ez most a 70-es rock generáció kapott egy figyelmeztetést, hogy oké, de nem minden. Oké, és nem minden. A 60-asok hol fognak kapni? A Feroékat valahol majd. Egy közérben, vagy ott mi leszek? Egy gyógyszertárban. A Ferót, Ferót megverik, miután vízhajtót vett magának. De vízhajtót, mást hajtat ő. És büszke is rá. Igen? Persze. Feró. Igen, szereti ezeket. Szeret a kék pirulákat? Aha. Komolyan? Igen. És ő ezt mondja? Igen. Nem tudtam. Valami reklámban is persze, volt, nem? Persze. És mondja, hogy hát egy őse fiatal már, de... De teljesíteni még csak persze, kell. Persze, így van. Ő is szeret, hogy hívják volna. Szeret. Vannak olyanok a közvetlen környezetében, akik szeretnek barnulni a lenyugvó napfényénél. A lenyugvó nap ereje, igen. Na, egy érdekes hír látott napvilágot nem olyan régen. A NAV megint büntetett, de nem is ez a lényeg, hogy ők büntettek, hanem hogy kit büntetnek. 9 másra illegálisan szerzett hulladékot próbált leadni egy férfi egy nyíregyházi fémkereskedésben. A pénzügyőrök résen voltak, és kiderült, hogy ő otthon is elég sokat gyűjtött. Na most ugye, ha fémet gyűjt az ember, az még nem akkora baj, mert nem zavarja annyira a szomszédját. De a cikk elolvasása után nyilván az ember elgondolkozik azon, hogy hány olyan ember lehet, akinek a szomszédja úgy kell, hogy leélje az életét, hogy valamit gyűjt a lakásban, vagy a házban, vagy a lépcsőházban, és nem tudsz semmit se tenni ellene, mert nem törvény ellenes. Tehát hány olyan magyar lépcsőház van, ahol látod, hogy például, én ezt láttam a saját szememmel, valaki megmagyarázhatatlan módon gumiabroncsokat halmozott föl a panel lépcsőháznak a folyosó részén. Én nem tudom, hogy ő gumis volt, vagy nem volt gumis, téli gumi, nyári gumi, kamion gumi, mindeneket, mindent ő úgy fölpakolt. De a közlekedő folyosó? A közlekedő folyosó az ajtaja mellé, ugye, ami esztétikailag nyilván zavaró. De hogy hány olyan háztartás lehet, ahol tudod, hogy a szomszédod valami olyat gyűjt, vagy valami olyat nem akar kidobni, ami büdös, aminek szaga van, ami miatt nem férsz el, ami téged zavar, és nem lehet mellette élni, de nem tudsz vele mit csinálni. Nem? Szerintem rengeteg ilyen háztartás van. A gumis az megmagyarázható, mert ha gumisként dolgozik. Igen, vagy ha ittasan mész haza, akkor nem vered oda magad a korláthoz, mert a gumi az ugye tompít. Vagy az épülő játszótér mellé szeretne egy kordont a gyerekeknek majd, amiben nem üthetik bele magukat. Na, úgyhogy az... Ez amúgy szép. Beteg gyűjtőszenvedély? Vagy ez mi lehet tulajdonképpen? Ez a jó lesz még valamire az. Mert amikor lakásodban gyűjtöd, addig nincs baj. Hát nem? Azért, hogy tehát, hogy ott rohad meg szaga van. Volt ez a bácsi, aki szemetet gyűjtött, arra emlékeztek? És még a naplósok próbálták kitenni, a lakók panaszkodtak,
Rettenetesen büdös volt az egész lépcsőházban, és a bácsi beteg volt, és mindenféle szemetet ő az utcáról összegyűjtött, és hazavitte a lakásába. És úgy állt a lakás, hogy már csak egy ilyen közlekedő, egy 50 centis közlekedő borzalmas volt, ahol igen, a bácsi is így keresztbe nem, nem tudta kinyitni az ajtót, mert ömlött ki a szemét. És rengeteg rágcsáló költözött be, és gyakorlatilag ott laktak benne, ez borzalmas. A gumik egyébként még talán lehet, hogy most új divat a crossfit, érted, akar nyitni egy komolyabb edzőtermet, majd pörölyökkel, hogy hívják, ütögetik a gumilapokat. Igen, és nem tudod vele megértetni. Nem. Az anyósom házában, régi házában volt egy nő, aki muskátlikat gyűjtött. És miért zavar? Szép virág. Nem tudtál rajta átlépni a lépcsőházban, de a muskátlinak van egy ilyen, tudod, az a nagyon savanyú, ilyen nagyon-nagyon-nagyon fura szaga, de mindig muskátli rosszul volt, mert tök sötét volt a lépcsőházban. És lepakolta ezeket a ládákat, és ilyen 600 ládán léptél át, és megmagyarázhatatlan volt. A virágot már nem hozott. De nem volt szép tőle, igen, a lépcsőház semmi, és ezek a muskátli ládák, műanyag ládák, folyt ki belőlük ez a sáros víz, és azokat ott locsolgatta a semmire. Nem lehet, hogy ládák a gyűjtött valójában? Tessék? Ládák a gyűjtött valójában. És látványosan kiölte belőlük a virágot? De mikor van az a pont, amikor te közbeavatkozhatsz? Amikor már téged zavar? Hát ez a rágcsaló dolog azért az már durva. Tehát amikor tele van szeméttel a lakás, és akkor hozzád is átjönnek már, ugye sok ilyen hírt lehetett olvasni, meg hallani korábban, hogy átköltöznek már hozzád is, és nem is annyira rágcsalók, hanem mindenféle ilyen csótányok, meg rovarok, meg hasonlók. Azoktól nem lehet megszabadulni. Szerintem az állat esetében, hogyha egy bizonyos határt túllép, tehát például nekem a Fehérvári úton volt egy szomszédom, aki 8 macskával élt. Társasház volt? A panel. A panel. Ott nem szabályozhatják elvileg, nem? Mit, hogy 8 macska van egy 40 négyzetméteres lakásban, és bejárkálnak az ablakon, mert a földszinten lakott a néni, kinyitott és az a macska ablakot, rohadt és csak azt láttad, hogy ding, ning, 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 círmi, gyere vissza, anyát, hova mentél, gyere már vissza, és azt hallottad egész este, mert ugye estére becsukta az ablakot, hogy áll kint az ablakban, és üvölt, cic, ezt hallod órákig. Mert mire az a 8 rohadék vissza. Te csak integetsz a gyereknek, hogy jöjjön fel a játszótérről? Hát így tudtam hazaírni őket. Nem, én a pórázom, visszaláttam a gyereket. Kézed, igen, kutyát tart, macskát tart, 8-at. Én tudok egy közszereplőről, és nem fogom elmondani, hogy ki ő. Nem, hogy kitaláljuk, mondjuk. Soha a büdös életben nem jöttök rá, mert nem gondolnátok róla. Közszereplő, igen. Tudjátok, hogy mit tart? Mit tenyész? Na, mit tart a Feri? Galambokat. Galambokat. Panelben? Mike Tyson, nem? Galambokat. Galambokat tenyészt. Aha. És állítólag rohadtul kivannak rá. De nem akarom bemondani, hogy ki ő, pedig úgy bemondanám, de már én is öregszem. Nem vagyok már elég tökös. Ezt még 3 éve úgy bemondtam volna, mint a húzat. Ez a nyár per nélkül. Legalább egy nyár menjen le úgy, hogy senki nem perelve, igen. Sajnos észre kell vennem, hogy erősen öregszem. Ebben még úgy beleálltam volna 3 évvel ezelőtt. De már nincs erőm, mert jön a telefon, visszahívni, kibékülni. Galambokat tenyészt. Rettenetesen büdösek, rettenetesen kivannak rá, összetojnak minden, és imádja a galambokat. Imádja a galambokat. Sok-sok galamb társaságában őt élnek él. Na most hát a galamb azért ugye nem válogatja meg, hogy mit csinál, hova repül, hogy. Nem olyan népszerű. Ő azon a környéken ott, ahol lakik. És nem tudsz vele mit csinálni. Vagy eladod a lakásodat, vagy elköltözöl, vagy megbékélsz azzal, hogy elkezd. És 5-kor... És na most ez így vicces rádióban. De kiáll így 10 éven keresztül erre kezd. Mikor 4-kor tudod, búgnak. Megbolondulsz. És nem tudsz mit csinálni. Lelőzked. Tubi. Szóra nekik a kukoricát. Mondjuk lelősz 2-t. Én tuti, hogy leszednék 1-2-t. Csőn. Mondom, Viki, tüsszedj. 1-2. Igen. Egy kis légpisztoly, nem is kéne. Igen. Most állítólagosan lecserélte a galambokat. És most beállt. Strucra. Nem, most beállt. Igen, káró katonákra. Beállt a béke a házba. Most nyugi van, ugyanis néma galambokat tenyész. Jó, de jó. Most néma galambok vannak, azoknak most nincs hangja, és most nem szállnak. Volt egy ilyen nagy kibékülés. Tessék? Igen, meg igen, levágták a szárnyékat, és egy biliárd golyó van a szájukban. Nem, néma galambokat tenyész. Ez a kertes házak egyébként. Tehát, hogy szereti őket nézni, szállni, vagy mit tudom én? Ezt én hallottam, mert én ismerek ott valakit, aki ott lakik. Aha.
ismerek valakit, aki azon a környéken lakik, és ő mesélte nekem egyet. Hát csak a húsgalambokat, azok nem nagyon szállnak sehova. Nem, most nyugi van, most néma galambok. Mamámnál is voltak, mindig tökre látszott rajtuk, hogy tökre figyelnek, hogy nehogy leessenek az udvarra. Igen. Mert szállni már nem tudtak, olyan nagy darabok voltak. Hogy ugye tényleg mennyire nyomasztó tud lenni, ha valaki ilyen, ilyen a szomszédod. Nem kérdezi valaki, nem, nem Galambos Lajos. Nem, nem ő az. Ne higgyetek el mindent. Nem mondom meg, de tényleg minden. Uh-huh. Akkor csak madár lehet. Igen, Erdély Zsolt, igen. Szóval nem, nem a Galambos Lajos. Úgyhogy nézzük meg akkor a hallgatóinknál, van-e ilyen. Jó? Olyan szomszéd, akitől egyrészt nem lehet megszabadulni, kettő olyat tart, most ez vagy állat, vagy dolog, vagy tényleg szétbontott moszkvicsokat a hátsó részben, ami rozsdásodnak bá, és egész nap flexel, ami egy ilyen fura, titokzatos gyűjtőszenvedélynek tudható be, viszont megkeseríti a lakók, a környezetében élők életét, és nem is nagyon lehet kitenni. Jó? Mit gyűjt, mit csinál, és mivel kerget benneteket a pokolba? Hát ez a nyolc macska is, ez elsőre vicces. De igen, amikor tényleg erre kelsz, erre fekszel, és büdösek is. Nem, nincsenek kivartalanítva, akkor ugye hajtja őket a vérük is. Igen. Soha nem éreztél vágyat, hogy legalább az egyiket megmérgez? Dehogy nem. A sok szomszéd közül. A mama sok szomszédja körül, igen. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 3:48 lesz 3 perc múlva. A gyerekek, egy jó Lady Gaga. Hát jó, ez... Alberto mindig jött. Egy jó Alberto. Az... De egyébként tök érdekes, hogy én eleinte nem szerettem ezt a számot, de most már valahogy örülök se neki. Ugye? Azt hittem, hogy de most de... Most régen hallottuk. Ez egy ilyen tipikus format popsláger. Szerintem és ilyen. Nagyon kevés ilyen van most. Most egy Chris Kreb, Liar, vagy egy Alejandro, akár, akkor, ugye? Igen, tehát akár kis legyen az előadó abból, amit felsorol. Akkor inkább egy Alejandro. Trafipax a 4-esen, a 238-as kilométernél a Bocskai kert. Allergia szezon most. Na, gyerekek, rendőr Opel Astrából 50-nel kell menni. Ákos azt mondta, ha a kocsiban ülök, mondjam el, mit látok, kérlek szépen rohadt sok fát, meg felező vonalat. Igen, és egy Wunderbaumot. Igen. Debrecenben a nyíregyházi kivezetőn a benzinkútnál Fejér Szeádból mérnek, és az M5-ösnél áll az M0-ás Győr felé. Na, köszönjük szépen. Mi pedig ugye arról beszélgettünk, hogy milyen idegesítő az, amikor az ember szomszédja valami olyat tart, amiről se lebeszélni nem tudod, se meggyőzni nem tudod, hogy hagyja abba, ne gyűjtse. És ha ez csendes, szaktalan, akkor azzal nincs baj, de általában a gyűjtőszenvedélye megáldott emberek mindig valami olyat gyűjtenek, ami vagy hangos, vagy zajjal jár, vagy szaga van, vagy összepiszkítja a lépcsőházat, és erről tényleg nem tudod őket meggyőzni, hogy ne csinálják. Sok pici helyes zebrapinty. Zebrapinty, igen. Amit aztán lecserélhetsz néma zebrapintyekre, mint a galamb tulajdonos a néma galambra, csak az fél megoldás. Vagy a szomszéd elnémítja őket. Igen, igen. Na, van egy hallgatónk, neki a szomszéd elég érdekes dolgokat gyűjt. Mona, hello, jó reggel. Hello, sziasztok! Hello, de rosszul hallunk téged, Mona. Vezetsz? Igen. És kihangosítom vagyunk? Hát Bluetooth-on ugye, mivel vezetek, de megpróbálom akkor. Jó. Kétből is leállok, jó? Na, pillanat. Jó. Addig elkezdheted. Hello, csak... jobb? Á, sokkal jobb, igen. Jó. Igen. Na, mit gyűjt a szomszédod? Elég érdekes, de lótrágyát, mivel tart egy lovat. És hát ugye a lótrágya az csak gyűlik, de azt el kellene vitetni. De hát arra pénze nincsen, hogy ezt hivatalosan megoldja. Családi ház, vagy társas? Családi házas övezet, igen, ez egy új építésű terület. Pest környékről beszélünk, nem egy ott környék. És hát ugye a tavalyi év októberétől lehet házi állatként tartani ugye lovat is. Hát lovat tartottak már Havannán is, igen. Igen, a Havannán is, csak ott lelőtték, vagy leölték. Igen. Szóval ezzel nem is lenne probléma, hogy lovat tart, mert tartson, csak ugye a szabályokat kellene betartani, amit elvileg az önkormányzatnak kellene ugye foganatosítani, de hát ő 2 éve nem tett semmit. A lótrágya gyűlik, most aki így tudja, hogy egy ló mennyi lótrágyát termel, az tudja, hogy mondjuk 2 év alatt ez körülbelül milyen mennyiség. Nem, ugye mellettünk lévő gyönyörű szép erdőbe, ami egy kiránduló övezet, oda rakja le az udvarán, ahol volt egy termítő. És itt közvetlen szomszédok vagytok? Tehát ott laktok? Hát így ilyen, hát nem, kisebb telkek vannak, tehát ilyen 800 négyzetméteres telkek, és így mondjuk 2 szomszéddal arrébb, de vannak szomszéd. A szag ugye nem ismeri a telekhatárokat. Hát meg a legyek, gondolom, igen, nem? A legyek az borzasztó, illetve hát ugye a rágcsálók is előbb-utóbb meg fognak jelenni, ami a ló a szalmájába, ugye a eleségébe benne van. És beszéltetek vele? Elég kellemes. Vagy ilyenkor mit mond az ember, ha oda mentek szólni neki, hogy ezt ne?
Hát próbáltuk először finoman jelezni, hogy valamit kellene csinálni, de igazándiból már nem tudunk tárgyalni, mert nagyon sok probléma volt már velük és ilyen kreált dolgokkal. Minket, illetve az összes többi 7-8 szomszédot jelentgettek fel már a rendőrségen, és igazándiból az az érdekes, hogy semmi nem történik. Tehát annak ellenére, hogy a rendőrség számára is kiderült, hogy úgymond nem mi vagyunk a hülyék, mert tényleg reál dolgokkal vagyunk feljelentve. Nem tudnak mit csinálni. Nézd a jó oldalát, nézd a jó oldalát, lesz szánkódom télire. Így van, vessétek be fűben. Ja, persze, igen, meg a gyerekeknek ezt kimondottam egy egészséges környezet, és akkor arról nem beszélek, hogy mondjuk a ló, amikor úgy gondolja, akkor kimegy az utcára, és ott egyedül ott szaladgál. Azt mondjuk már elég érdekel. Nézd, tegyetek rá nyergen, zablát a szájában. Azt szóljon, ingyen lovaglás. Igen, és mondjuk, hogy nem tud felőztetni, mert tényleg olyan kapcsolásban, hogy a 35-40 fokban az jó, tehát. És az a baj ezzel, hogy egyébként ezt lehetne kultúráltal is végezni nálunk Kertvárosban. Rákpározomos utcában két pónit tartanak, és gyönyörű szépen sosem, melyikkel nincsen semmi gond. Mondjuk mókások, amikor kint legelik a füvet a fához kötve, de... A busz megállóba. Jó, hát ezzel semmi gond nincsen, tehát nálunk is lovastáborba jár a gyerek. Tehát, így van. Persze, hát itt nem a ló utálatáról van szó, persze. Szeretjük az állatokat, itt csak az, hogy kultúráltan, tehát mondjuk egy ilyen környezetet szétrombolni, hogy tényleg az erdőbe a lehullott domb közé, fölé a lótrágya van, az és már tényleg a kirándulókat zavarja. Az kemény. És az önkormányzatot már az ANTS is felszólította, mert nem az ANTS hatásköre, hogy ez ügyben intézkedjen, hanem ő az önkormányzatot szólította föl, hogy tegyen ellene valamit, ugye az ártrágya tárolót építessen a tulajdonosa. Valószínűleg nem fogja, persze. Igen. Hát igen, mert azért ennek költsége van. Hát kitartás nektek! Köszönjük szépen. Igen, nem és tudom köszi, más mondani. Köszi, legalább kiadtad magadból. Köszi volna. Igen, köszi. Ciao, hello. Múltkor volt a Naplóban egy szlovák nő, aki operát bömböltett hangszórón napi 8 órában 10 éve, nem átlépve a törvényesek határát, megkeserítve ezzel az ott élőket. Ezt láttátok? Igen, igen. Ez döbben, ez olyan hangos ház, vagy nem tudom, valami skizoid állat lakik ott. Reggel 7 órakor bekapcsolja, és full hangerővel este 8-ig, amíg ugye nem csendháborítás, valami ilyen oda fordítja a lemez lejátszót, vagy nem tudom, a hangszóróját, és a házon keresztül azt hallott, hogy üvölt valami, rettenetesen nyom ezt a opera, olyan, mint ha meghaltak volna a házban, kísértetek, bekapcsolnák a zenét, senki nem jelentkezik a csöngetéssel, senki nem tud mit csinálni, és a lakóknak a haja kihullik, és évek óta ezt hallgatják, és nem tudnak elköltözni, mert nem tudják eladni a lakást. És nem tudnak vele mit csinálni. Semmi. Napközben se lépi át ugye a hangértéket, este kikapcsolja, viszont reggel hétkor. Nem verte meg még valaki, és ezt nyomja. És ezt nyomja, láttad? Az döbbenet volt. Igen. Szomszédnak van egy időérzéketlen kakasa, abszolút nem számít, hogy éppen hajnali 2 van, vagy reggel 8, kukorékor állandóan. Írja nekünk Gábor. Igen, meglát egy ködlámpát. És már elkezd. Hát igen. Körülbelül 300 papagáj pinty apámé, anyám ennél a számnál nem számol tovább, reggeli ébredés biztosított a nap felkeltével, apám szabadságolta magát a csajával 5 hétre külföldre. Kell ennél több, kérdezi valaki. Szomszédunk haranglábat épített 15 méterrel az ablakunk alá. Nyáron nyitott ablak mellett, szerintetek hogy szól? Majdnem kiugrom a pizsimből. Írja Macika. Azért az is milyen azért szép. Azért az jó, és akkor délben bekapcsolódik a nagy össznépibe? Igen. És akkor igen, délben meg a nagy harangozás, mert a Kossuth rádiók délkülön, ott is, minden, ahol harangot hall, arra ráharangozik. Csömör szomszéd gyűjt mindent, biciklije 100 felett van. És csak régi gyűjt. De az nem bánt téged. Lapjával lehet hozzá bemenni. Aha. Nem kell átmenni. Mert a bringa az nem hangos önmagában. Most ott állnak a jó régi bringák. Igen, ugyanakkor az... meg tényleg itt mondjuk a telekárakból kiindulva, vagy arra abból kiindulva, hogy valaki el akarja adni ugye az ingatlanját, el akar onnan csak rosszul néz ki. A környékre, és akkor egy vevő, és azt látja, hogy a szomszéd meg idézőjelben telehordta szeméttel. Uh-huh. Nem tud eladni, vagy hát áron alul igen. A szomszédban 14 husky szánhúzó kutya van. És azok vonyítanak, és állandóan ölik egymást. Igen. Az én szomszédom 200 disznót tart. Én örülnék, ha csak egy lova lenne. De szép! Tényleg! Mennyire minden relatív, nem? Hogy lehetne, hogy 200 disznó mellett lakó ember szívesen elcserélni egy hónapra lakását, olyan, aki egy ló mellett lakik, és akkor így megéreznéd, beköltöznél egy emberhez, aki 200 disznót tart, olyan örömmel mennél vissza az egy lova szomszédod mellé, nem? Feleslegesé vált hangos galambjaimat elcserélném egy hatalmas rakás lótrágyára. Igen.
Kaposváron egy idős bácsi a vizeletét és a székletét gyűjtögette a lakásban. Körülbelül egy hónapja meghalt. A cuccot még mindig nem vitte el senki. Nyúl, igen, ez benne volt a híradóban, azt én láttam. Igen. Az én nagyapám egy 4 emeletes ház világosító udvarában tartott csirkéket. Nem értette, hogy miért nem köszön neki senki a lépcsőházban. Azt mondja, hogy volt még egy galambos SMS, azt keresem. Az én szomszédom kezdte 4 csirkével, már vagy 50 van, és hihetetlen jó, mert állandóan csirke szarszak van, írja nekünk egy hallgató. A paraszt szomszéd órákat gyűjt, kakukkos órákat, gondolhatjátok. Azért az is nagyon durva. Amikor az egyszerre. Azért az egyszerre megszólal. Igen. Az én szomszédom igazi zombi, csomó galambot tart, egész nap azt hallgatni, hogy tubi-tubi gyere. Tubi-tubi. És amikor mondom neki, hogy összeszarnak mindent a galambok, erre csak azt mondja, a tehén szarik a galamb kakil. Aztán annyiban maradtak, és elköszöntek egymástól. De ez nem az az ember, akiről én beszéltem. Milyen szép megfogalmazás. Aha. A galamb kakil. Kakil. Aha. A lényege nem sokat változtat, de mennyire kultúráltam. Az én szomszédom információt gyűjt. Higgyétek el, ennél nincs rosszabb. De ez legalább nem hangos. Igen. Nálunk a szomszéd öreglány macskákat gyűjt, óriási sikerrel. Próbáltam már azonosítani, hogy mennyinél tart. Őszintén szóval nem igen látom kétszer ugyanazt a macskát. Ezután is üdvözlőj a kutyás szomszéd. Pécset egy mézgyártó ember őríti meg a lépcsőház lakóit. Méz? Mézgyártó ember. Ott méheket tart valószínű egyébként? Hát ha a lépcsőházban vannak az kaptára, nem akkor egyszerű. Az... Igen, valaki írja egyébként, hogy a méhekben tart, nem lehet teregetni, és hogy mindenhol ott vannak. Mindenhol ott vannak. Úgy kell megbolondulni. Azt mondja, hogy 60, Grassalkovics út 11. Megintek a szívet. Na és mi van ott? Halljuk. 9 darab macska, cicegés reggel este, virágtorlasz a folyosón, száraz kenyér és krumpli peher gyűjtés a pincében. Na, akkor minden megvan. És címmel együtt elküldte. Csak a tisztállátás véget, hogy tudjuk, hogy kiről van szó. Hú, gyerekek, én áldom a szomszédaimat, komolyan mondom. Tényleg. Egy is, semmit? Kicsit nem. Sokat utaznak. Tessék? Sokat utaznak. Tegnap előtt szerelt az a riasztóját, éjjel 1-től 3-ig, tegnap megbeszéltük ezt a kertben, de én ezt megbocsátom neki ezek után. Írt, hogy ugye te se aludtál rohadék, mondom, nem, közt. Én is nagyon élveztem. De hogy ezek után szerelje csak a riasztóját, nem? Egy évben, ha egy ilyen van, semmi, semmi baj nincs neki ezzel. Most egész héten szólt egyébként, valószínűleg elmentek abból a házból, amit megszólalt, nem tudjuk, hogy miért szólalt meg, nem akart senki betörni. Egyébként nekem fix a ideám, hogy senki nem megy ki, amikor megszólal a riasztó. Nem, hát nem megy ki, az arra kell, hogy a betörőket elriassza. Egy hétvégén keresztül szólt. Nagyon jó volt. Nagyon de nem merül le? Hogy nem merül az le? Hát annak le kéne merülnie. Biztos volt egy póttáp. Póttáp? A biztonság kedvéért. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket Óven bácsival és Berulénivel, játsszunk már is. Óven bácsi és Berulén. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berulén. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggel. Hello, Péter. Honnan hívsz minket? Pestről. Pestről? Mit csinálsz? Éppen dolgozni megyek, és félreálltam az útszérjel. És a papír zsebkendőt leveszed? Igen. A telefonnak ott mikrofonjáról? Igen, mind vesz? Rajta, esküszöm itt ülök, és nincs semmi papír zsebkendő. És egy sima mobiltelefon? Igen, és adásul egy új mobiltelefon, egy nagy gyártónak az új telefonja, és nem tudom, hogy miért ilyen. Nagyon rossz, akkor lehet, hogy nálunk van a hiba, de ezt alig hallunk. Na mindegy. Kiabálok egy kicsit. Jó. Fordíts meg a telefont egy pillanatra. Jó, és most a hátlapot előre. Igen, valahogy furán szól egy kicsit. Na jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Berulén, figyelj. Hát, semmi. Csöndben. Az is jó, hallgass. Ja. Megvették a néma galambokat. Megvették a néma galambokat. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na. Fú, hát ez... Húha. Lehetne még? Persze, meg lesz ez, figyelj, mutatjuk. Na. Tényleg a stílus is árulkodó. Szerintem magyar valami, de hogy mi, azt meg nem mondom. Ismerős, nagyon ismerős. Hosszabbat hagyj kérekeket. Hosszabbat, jó, lehet hosszabb, csak akkor kivettük a bögrét, figyelj. Na. Na, hát. Ez menni fog. Ez mint a szikora lenne, de hogy
Ergo vagy Hungária az most így nem. Na, ezt neked kéne eldönteni, nem fogjuk megmondani. Még egyszer? Hungária. Az! Így van! Marina. A leggizdább szám. A magyar rockabilly történelemben. A leggizdább, tényleg. Figyelj, hogy érkezik. Itt volt az, amikor előre engedte a dobogtól, itt énekelt egyet, és akkor itt vesztek össze, hogy féltékeny lett, és utána jött az erődjét, és először nagyon megbánta a fenyő, hogy gyere, énekelj egyet, Robi, és szétszették a csajot. Tolj valamit. Tolj valamit, énekelj valamit. Addig iszokint egy bambit. Hát ezután vált ki a Hungáriából, és csináltam az Ergót, nem? Uh-huh. Ugye, hogy itt vesztek össze, mert itt rájött a fenyő, hogy itt olyan sikere van a Robinak, hogy itt valami nem stimmel. Persze. Rájött, hogy jobb. Igen. Na jól van, oké, kivettük a bögrét, de minden más az megmaradt, Péter, jó? Oké, köszönöm szépen. Jól van, köszi. Vigyázz magadra, ciao. Oké, köszi. Hello. Ciao. Marina, most meg hova mész? Postán ne menjél, gyere vissza. Igen. Fú, gyerekek. Ezt vagy nagyon szereted, vagy gyűlölöd. Itt nincs középutasság. Tehát ez valamit kivált bőled ez a dal. Vagy a hajadat téped, vagy a fiatalságod jut eszedbe, és imádod, nem? Én az előbbi, de hogy... Én nagyon bírom. Iszonyatosan giszta. Igen. Na jó, van 3 perc, pontosan 8 óra. Megjött a mi Gáborunk, úgyhogy vele folytatjuk a hírek után. 4:09 lesz, pontosan 4 perc. Szóval hello mindenkinek, jó reggelt. Kívánunk, van egy trafink az M1-esen, a 86-os kilométernél a szokásos felüljáróról Győr felé. Mérnek Mavroda küldte nekünk. Trafia 4-esen a 238-as kilométernél, Bocskai kert szintén állandó rendőr Oper Astrából, Skoda 445 üzente nekünk. Köszönjük szépen. Aztán Debrecenben a Nyíregyházi kivezetőn egy fehér Seatból mérnek, és az M5-nél áll az M0-ás Győr felé. Az még a reggeli baleset, ugye? Az a két kamion, ami összeütközött. Aztán M1-es 87-es kilométer, így van, ezt mondtam. A tankcsapdának sokan örültök, ez is nagyon jó, és jó ez az új Omega. Van egy trafink Siófokon, méghozzá Siófok kiliti részénél, a 65-ös úton kifelé, úgyhogy ott is mindenki figyeljen, ezt Kata küldte nekünk, köszönjük szépen. És lassan lehet készülődni a hármas ugrás játékra, Forma 1 fanok figyelmébe ajánlok, aki esetleg nem tudná, belépőket lehet nyerni a hétvégi magyarodi futamra, és nem is gyengéket, mert hogy két főre szóló háromlapost az első kérdésért, a második kérdésért ugyanezt kiegészítve Red Bullos relikviákkal, a harmadik pedig szupergold. Az szupergold, az komoly. Az nagyon komoly. Igen, az nagyon komoly. Na, ez lesz majd a hármasugrásban, most pedig már is Gáborra folytatjuk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom. Antibiotikummal szennyeznek. Lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello, jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Hello. Örülök, hogy találkozunk. Mi is nagyon örülünk neked. Mi újság van, Gáborom, jól vagy? Köszönöm szépen, jól vagyok. Ez a hét egy kicsit pihenős. Na. Majd jövő héten sajnos újra elmegyek életmódtáborba. De sajnos, most már azért ebből elég, hogy te állandóan nyaralsz. Komolyan táboroz. Tényleg. Azért mondtam, hogy sajnos, mert nem találkozunk. Időnként kiheverjük a műsor közös élményeit. Talán nektek sem rossz, nekem sem. Főleg, hogy így most már kóstoltok is, tehát gondolom ezek maradandó élményt okoznak nektek, ezek a kis krémek, amiket most azok maradandót, most hármat hozott a Gábor, be kell térdeljek a diókrémet. Tényleg jó gyerekek. Az minden. Igen, majd ezekről beszélgetünk mindjárt. Felnőtt tábor?
Igen, ez felnőtt sporttábor. Tehát nem olyan, mint a múlt heti volt. Tehát itt azért lesz gondolom viszkizés, pogózás. Itt nem szállháborúzunk, igen, ez más fajta. Igen, de más. Nem, viszkizés nem lesz. Igen, felnőtt tábor miről szól? Kirándulások lesznek. Felnőtt tábor miről szól? Családok, gyerek nélkül, vagy szinglik? És akkor este ismerkedési est, hétfő reggel? Nem, ismerkedési est az nincs, mivel már gyakran évek óta ismerjük egymást, de mindig van, aki úgy jön, hogy először. Ennek a lényege az, hogy igen, az első est azért van egy bemutatkozás, ez tényleg van, majd hétfőtől, tehát vasárnap indul a tábor, most vasárnap, és hétfőtől pedig nagy kirándulások. Képzeljétek el nagy hegységeket az Emplénben, és fantasztikus erdőségek, szép látványosságok vannak, ugye a hegyről hatalmas kilátók, és ezeket másszuk meg. Egész napos túrák vannak, aztán van, aki kerékpározik, van, aki focizik, vannak alternatív, ott a Füzéri vár, van Gönc, ott van Vizsoly. Jani szemben mindjárt könyvbe lábad. Igen. Nagyon jó. Van Telki bánya. Göncön vagytok, nézzétek meg a Csehházat, ha még nem láttátok. És írjatok egy gönci barackot. Így van. De mindegy. Így van. Göncön pedig megnézhetek egy eredeti gönci hordót. Na, az jó. És ha valaki lemarad, viszitek, vagy ott hagyjátok? Már ilyen túrán úgy értem, hogy valaki nem annyira jó túrázó. Van olyan, nem, hogy nem, ott megváljuk, marad? Tehát a túravezetőnk szakképzett, és tehát úgy indítja a csoportot, hogy végignézi a cipőket, tehát nem úgy indulunk, hogy mint egy csürhe, hanem végignézi a cipőket, az erőnléti állapotot. Első nap fölmérjük, hogy kinek milyen erőnléte van. Na, az elég hogy? Komoly. Azt hogy méritek fel? Hát nyilván nem. Nem Cooper teszte, egyébként régen volt ilyen is, de most már hát mindenki a saját bevallás alapján tudja, hogy mire képes. És így. Vannak, akik lassabb sétára alkalmasak, őket mondjuk elküldjük egy alternatív programra, vannak a nehéz túrák, hát több csoportban folynak ezek. Az milyen, hogy finoman áttesznek az alternatív csoportban, nem? Jó, oké. Okay, ügyes vagy, ne. Gábor, léci, mondd meg neki, te vagy a legkedvesebb. Hello, sziasztok, figyelj, az a helyzet, hogy az erőlétedekkel kapcsolatban némi fenntartásaink vannak, ezért ti abban a csoportban kerültök, ami a kisebb túrára megy, de ugye nem baj, mert ugyanúgy szeretjük egymást, és egyszerre fogunk természetesen majd falatozni. Igen, a csicseri borsós tábor. Hát nem szabad nekik durván megmondani. Nem, hát azt gondolod, nem, de MC életmódtábor is az első nap összeroppantanak. Hát azért amikor a túravezető jelzi a szintkülönbséget, mert pontosan jelezve van a szintkülönbség, a kilométer, az állomások, akkor azért mindenki el tudja dönteni, hogy mire képes. Ide jöjjenek a masszívokat, de meg a csírák. Na! Hangsúlyozom, 1000 méteres szintkülönbség, tehát senki nem mozdul. Mondom, 1000 méteres szintkülönbség. Igen, hárman kiállnak. Egyéb már önkritikátok! Te ott állj már ki a sorból. Mi lenne, ami elmennénk egy ilyen megával? Hárman. Bontanánk a rendet szerinted kicsit? Hát, nem, ti szerintem bírnátok. Igen? Bírnátok. Abszolút. Azért elég hajtós egy ilyen túra. Azért vannak állomások, amikor megállunk, és bevárjuk a többieket. Eljöhetnétek. De tudod, mi lenne? Megjött a Rákóczi, motozzátok át, hogy van-e nála csülem. Van-e nála alkohol? Igen, az étrend az ilyen táborokban azért speciális, tehát vegetáriánus étrend van a táborokban. Nagyon, de nagyon helyes egyébként. Nagyon reform. Helyes. Tegye fel a kezét, aki megette a biotúra Rudikat. Balázs! Nem hallottad, én vagyok az, aki most napok óta megeszi Jani túra Rudiát, és ez okozott némi kis fennforgást így a közös rádiózásunkban. Minden napot hagyja. Képzeld el, berakom a hűtőbe, hogy hideg maradjon. Elmegyek fél 11-kor, kinyitom a hűtőt, ott árválkodik egy túró Rudi, hát nem mondhatom azt, hogy ó, te túró Rudi, maradj itt a hidegben, ahol ráadásul sötét is van. Szegény. Hát gyere velem! És mi történik, amikor Jani ezt észreveszi? Káromkodva becsukja a hűtőt, és azt mondja, rohagy meg, Balázs. Egy csalódott bébi arcát láthatok akkor. Igen. Szomorú vagy ilyenkor. PC-t, igen. Most tegnap előtt vásároltam a gyerekkel, és csak azért nem hoztam neked 10 darabot ebből a márkából, mert nem volt. De kedvem. Már odáig eljutottam. Nem volt kedvem se pénzem. Odáig eljutottam, hogy megveszem neked cserébe ezeket a megevett túrórudikat. Tehát már ez ötlet szinten legalább felmerült. Szerintem sose azért értékeltél a gesztus. Tudni fogom, hogy valójában hányat ettél meg. ezek jó minőségűek, ugye? Tehát ezek jobbak az átlagnál. Jobbak az átlagnál, a Jani erre figyel, hál' Isten. Van még azt hiszem benne egy kis hidrogénezett növényi zsír, mint a legjobb, legtöbb túrórudiban, de azért már a kakaómassza meg a csoki bevonó, ezek azért már jobb minőségűek. Hát túrórudiból is azért elég gyatrákat kapni. Ezt mondjuk te tudod a legjobban. Igen, hogy... vannak a tömegminőségűek. Sokféle, de ez inkább ez a picit kézművesebb vonal. Uh-huh. Ugye itt is azért mondjuk sorozatgyártás, de állítom, hogy ez a legjobb, amit igen. lehet kapni. Igen. Amit Balázs eszik. és Feri, szeretem, hogy hozod. Feri nem fog az ilyesmire rákapni? Hát ő, a Feri nem annyira édes szájú. Nem édes szájú. Ezek a sütemények, ezek akár meg se csinálták volna. Igen. De tényleg, valamiért. Ő csak szól nekem, nézd, Bali,
Egy áldozat a hűtőben. Rudi. Oké, figyeld a Jani. Sajnos Jani nem fog szerintem ilyen csülköketben hagyni a hűtőben, ugye? Tehát nem, az esélytelen nálam viszont mindig van, tehát hogy engem ez tehát nem te készülsz fel. Ezzel. Én például ennek sokkal jobban örültem, mint a múltkor, amit hoztál, nagyon finom volt az a zapkása, amit ettünk, de én így édessel nem vagyok odáig. Viszont még egyszer mondom, ezt tegyük föl a Facebookra ennek a krémnek a receptjét, és csináljátok, az jó. Mert ez nagyon jó. Igen. Na pontosan ezért hozott Gábor némi alternatív megoldást, hogy mit lehet például a kenyereken, hogy mit lehet adni a gyereknek, mert ugye a sok szülő talán nem is feltétlen anyagi megfontolásból, hanem szimplán azt is mondhatnám, hogy talán lustaságból, vagy nem kellő körültekintéssel, ugye veszi a standard dolgokat, és hát ez a műsor azért arra is jó, hogy néha ebből a komfortzónából kimozgassuk a szülőket, és a párizsi kenőmájas krémsajt háromszögből azért valamerre elmozduljon úgy a szülő, hogy ne azt érezze, hogy mondjuk anyagilag sokkal rosszabban jár. Nem? Csak lehet, hogy mondjuk 10 percet többet kell foglalkozni így azzal, hogy mi kerül a gyereknek a kenyére, de mégsem ezek a tömegtermékek. Így van. Az egyik legnehezebb kérdés mindig az egy családban, hogy amikor a gyereket iskolába küldjük, bocsátjuk, akkor mit tegyünk a kenyér közé a szendvicsben. Ugye az is cél, hogy ne kerüljön össze a szalvéta, tehát azért hordozható legyen. És a legegyszerűbb megoldás, a legkézenfekvőbb sokak számára, ugye az a sajt, a párizsi, a kolbász, a szalámi, az ömlesztett áruk. A legtöbb család, én is a gyermekkoromban így nőttem fel, így éltem, hogy rögtön elővettem a kenyeret, rá a margarint, rá a párizsit, és paprikát, és rögtön a szalvétába. De ennél van sokkal jobb megoldás, mivel ezek a termékek, és ezt már a szakma is állítja is erről publikálnak, hogy ezek nem tartalmaznak megfelelő mennyiségű B-vitamint. Ásványanyagokat, cink, réz, kálcium, magnézium. Tudjátok, hogy a gondolkodásnak szüksége van, gondolkodáshoz szükség van kálciumra, foszforra, de a párizsiban nincs. De csak gyorsan, kenyérben nincs. Erről már azért elég sokat beszéltünk, de szerintem nem árt hangsúlyozni. Hát, ha vannak új hallgatók, hogy például ilyen tucat párizsban nagyjából mi van. De tudom, hogy erről már beszéltünk, de kb. Fél éve. Vágóhídi melléktermékekből készül. Vágóhídi melléktermék. Egyszerre csak valaki rájött, hogy azért ebből is lehet pénzt csinálni, nehogy már kidobjuk, nagyjából így lett a párizsi. Így van. Ezek környezetre veszélyes anyagok egyébként, olyan szempontból, hogy vértartalmúak, szerves hulladékot tartalmaznak. Azonnali halált nem okozó termékek, természetesen ezt szoktam mondani kicsit viccesen. Nyilván ezek tartós termékek, füstölt, pácolt húskészítmények. Tehát a vágóhídi melléktermékekből nyilván azt a részt, ami nem fogyasztható, azt átválogatják, azt eltávolítják, és az ilyen bőr, bőrke, csont, ízületek, inak, ezekből megfelelő gépekkel, magas hőmérsékleten és nyomáson, megfelelő szivattyúkkal és berendezésekkel az ipar szilánkmentes csontpépet tud készíteni. Ugye régen a cipészek használták ezt a csontenyvet, és lényegében ez tisztítva, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy azért ezt tisztítják, sok-sok eljáráson végigmegy, és végül részben a háziasszonyok számára a tortaselé készül belőle, ugye a híres zselatin. Másrészt egy jó része belekerül a párizsiba, belekerül az ömlesztett hústermékekbe, a húspép mennyiségét lehet csökkenteni, és ezt a vágható zselét, ezt a kocsonyát, ezt belerakják, fölfőzik, majd visszahűtve, teljesen szilárd halmazállapotú, vágható párizsi lesz. Hú, gyerekek, azért ezt emészszük meg egy pillanatra, nem? De ez joghurtokba is kerül a zselatin, nézzétek meg, az olcsóbb joghurtokban nem pektin, hanem zselatin, tehát azzal lehet nagyon olcsón ilyen állagot létrehozni, zselés állagot a gyümölcs helyett. És sokszor egyébként a szülő azt hiszem, hogy talán nem is tudja, tehát nem azért veszi, mert hogy az a legolcsóbb. Persze nyilván, aki anyagi megfontolásból, azon az ember sokszor ugye nem tud segíteni, sajnos. De hogy egyszerűen csak azt látod, hogy a gyerek szereti, és igen, azt gondolod, hogy miért ne adhatnád neki, hát végül is, ha kapható a boltban, meg kell, hogy bízzál abban a termékben, nem? És egy húsipari melléktermék nyomnak neked egy ilyen formába bele, és kapod meg, lehűtve, fölfőzve. Ez egy óriási üzlet volt, és mind a mai napig, mivel gondoljátok meg, a párizsit megveszed, szeleteled, nem folyik, nem csurog, végül is azt hiszed, hogy hús van benne, még fehérje is van benne, kenyérre tehető, tök egyszerű az egész. Én azt nem értem, bocsánat, hogy közül szólok, hogy ez 30 éve valakin átment, és ebből született egy törvény, hogy azon miért nem módosítanak, és miért nem mondják azt, hogy most már ezek nem kerülhetnének kereskedelmi forgalomba, vagy miért nem változtatnak úgy az összetevőn, hogy minimum ennyi húst kell, hogy tartalmazzon, nem mellékipari, nem csontot, nem szilánkot, nem bőrt, hanem valódi húst, vagy húsfehérjét. Tehát, hogy miért nem lehet ezeken változtatni? Azért, mert ha törvényt hozol erre, akkor a húsipari résztvevő egy része kilép a piacról, vagy átmegy egy másik országba, most magunk között mondom. Tehát a saját gyerekeinket mérgezzük ezzel? De senkit nem érdekel? Nem, mert nem mérgezzük, tehát ugye hatóságilag szakmai szinten ebben nincs méreg. Ez egy teljesen fogyasztható élelmiszer, és az élelmiszertörvény az nem
mondhatja, hogy a termék legyen minden szempontból egészséges. Azt mondja az élelmiszertörvény, hogy nem lehet benne egészségre kifejezetten és bizonyíthatóan ártalmas, veszélyes anyag. Ebbe pedig a Párizsiban kvázi nincs. A nitrites pátsó merül föl, de szakmailag ez a mennyiség olyan kicsi, hogy ha eszel hozzá némi C-vitamint, akkor a gyomorrákkal nem kell számolni. Tehát csak arról van szó, idézőjében csak. Ha eszel hozzá C-vitamint, nem kell a gyomorrákkal számolni. Ezért tesznek bele aszkorbinsavat többek közül, gondolom, és emlegesítsük a testet, erről beszéltünk. Igen. Tehát, hogy ez nem egy értékes táplálék, hogy a gyerek eszik, de valójában nem értékes dolgot eszik. Tehát nem szolgálja a fejlődését, nem jut be vele megfelelő mennyiségű tápanyag, vitamin, fehérje, szénhidrát, semmi. A hetesek úgy fogalmaznak, hogy a Párizs ez víz meg szemét. Ezt így kimondják a hentesek, hogy ez, ha ezt tehát víz meg szemét. Egyébként szerintem nincs ember az országban, aki ne tudná, hogy a Párizsival kapcsolatban volt a legtöbb ilyen mendemonda. Ugye most már rákcsáló, meg papírdoboz, meg egyéb ilyen hulladék nem nagyon kerül bele, nem jellemző, mert vannak ugye minőségügyi rendszerek. De ha megnézitek azért a csomagoláson, tehát ugye a válasz a kérdésre, amit Balázs föltettél, hogy miért nem szabályozza a törvény azt szabályozza, hogy a csomagolásra rá kell írni, hogy a termék főszabályként mit tartalmaz, tehát a kezedbe veszed, és elolvasod. De hogyha olyan hűtőpultból veszed a Párizsit, ahol csak egy kis, mibe is rakják, ilyen kis papír valamiben rakják, ott nem tudod, hogy mi van benne, ezért érdemes csomagolással együtt vásárolni terméket, mert azon rajta van. Tudom, hogy erre azt mondják esetleg a kedves hallgatók, hogy hát azt írnak rá, amit akarnak, azért a törvény ilyen szempontból viszont szigorú, viszonylag szigorú. Tehát amikor felszeletelve látsz Parizert, akkor azt neved meg, mert azt még ellenőrizni se tudod, de legalább a csomagolás legyen meg. Igen. Egyébként meg hozzátéve, hogy van egy-két hentes, aki már csinál normál minőségűt, hát csak az 2000 fölött van ki. Igen, ezek a pulyka Párizs, vagy pulyka Parizer, ami már egy kicsit több húst tartalmaz. Hát erre mondtuk azt, hogy csüssünk le, amit hiszen Feri csináltál, és a múltkor is sokan keresték is a neten. Hoztál egy másik érdekességet, azért erről is beszélünk, hogy ez is jó. Sok családnak a kenyerére kerül. Hát az, hogy hamisítvány, az nem kifejezés. Ugye ez már nem is az, hogy mogyoró krém, hanem mogyoró ízű kakaós krém. Hát ezt is érdemes azért a szülőkbe beleütni, hogy ami ízű, málna ízű szörp, mogyoró ízű krém, az már ugye komoly hamisítványnak így számít. Amikor bejött az autentikus, eredeti, hiteles magyarokrémek bejöttek Magyarországra, akkor is már megszóltuk, mert ugye jó része kakaó volt, és tejpor volt, és zsalésítóanyag elszám, de ennek is megjelenik tehát az amúgy sem túl egészséges terméknek a silányított formája, ezek a magyaró ízű kakaós krémek. Ezek kerültek be most hát nem túl rég a boltokba, és ha megnézitek, akkor a magyaró ebbe 2%, szemben mondjuk a 12-15%-os magyaró tartalmú eredeti krémekkel, és szójalisztel, esetleg búzagluténnel, vagy normál gabonalisztekkel váltják ki a magyarót. Tehát 1-2% magyaróval, tejporral, tejsavóporral, margarinnal, tehát hidrogénezett növényi zsírral, és valamennyi kókuszsírral is operálnak, mert a kókuszsír keményé teszi, szilárdá teszi a terméket. Az érdekesség az, hogy én nézem az üzletekben, és fogynak ezek a termékek. Most mondhatnánk, hogy hát hiába gyártják, úgyse fogják az emberek megvenni, hiszen elolvassák, fogynak olcsóbbak. Szerintem még sokan csak el se olvassák, nem? De van még mindig egy olyan bizalom, hogy ott van a boltban, akkor biztos ehetem. Ha megkóstolod, ugye túl van cukrozva, van eliázva, ha megkóstolod, azt mondja erre egy szülő, hogy hát olcsóbb, rákennem a kenyér, a gyerek ezt is megeszi. Érted? Tehát sajnos az a fogyasztói tudatosság, ez hogyha kicsit erősödnem, hogy ne csak azt számítsa, hogy a gyerek ugye nyár van, mindegy, valamivel megkenem, hadd egyen, majd hízik tőle, majd jól lesz, úgyis egy picit megvédve őket, tehát mondjuk egy nagy családosnak szerintem alapvetően az elsőleges szempont, ugye azért ez nem kifejezetten tápláléknak veszi az ember, nem azért, hogy jól lakjon vele a gyerek, hanem hogy ízesítse vele a palacsintát, vagy egy kis szelet kenyeret valami, tehát egy uzsonna jelleggel, vagy hogy kihúzza vele ebédig, vacsoráig, stb. Tehát, és akkor nyilván ilyenkor az elsőleges szempont, hogy valami kakaós, valami édes, valami csokis, valami mogyorós legyen. Tehát, és azért hasonlítsuk össze árban mondjuk a prémium minőségűeket, mondjuk a klasszikust, meg egyébként azért hozzáteszem, ezeknek a hipereknek szinte mindegyik ilyen népszerű, olcsónak mondott hipernek is van prémium kategóriás terméke,
pont az ilyen magyarok krémekből. Igen. Megvannak ezek az olcsóbbak, amik tényleg ez a kicsit így a két főétkezés között valamit egyen a gyerek kategória. Uh-huh. Így van. Az érdekesség kedvéért azért fogok nektek hozni később majd házi készítésű magyarok krémet. Hát el is várjuk. Jó krémet. Ezek után most már az akkor lesz, hogy mérgesek, ha üres kezel érkezel, mert kicsit kezdesz minket elkényeztetni. Abba is lehet tenni karobot, Szent János kenyérmaglisztet, vagy akár házi csokoládét lehet beereszelni, tehát sok mindent lehet csinálni házilag, és nem sokkal több idő. Hát jó, azt mondjuk megértem, hogy az ember egyszerűség kedvére azért nem áll neki egyet otthon csinálni, tehát én elolvastam, csak a receptjét elolvasom egy ilyenek. Azért megnézem, hogy én a diót pirítok egy serpenyőbe, tudod, és ezért, na, Gábor, hogy miért nem tudod, és mi, gyár, benni kész a pirított dió. Viki, Viki, a kókuszsírt, hozd velénci a kókuszsírt. Igen, tehát nem életszerű. Tudod, mit akartam viszont kérdezni, hogy szintén egy tömegtermék, és talán még nem is beszéltünk róla, viszont ez a mit kell a gyerek a kenyérre, vagy mit kell a szülő a kenyérre. A májkrém. Hogy arról még beszéljünk, mert egyrészt ugye vannak ezek a sertés májkrémek, amiket ugye most nem a dobozos májkrémre gondolok, ami a löncskonzerv mellett van, mert azt azért nagyjából tudom, de mondhatunk róla két mondatot, hanem van mindegyik kiperben ez a hentes pult, ahol ugye ezeket a borjumájas, nem tudom, kenőmájas dolgokat veszed műbélbe, ami kicsit azért úgy jobb ízű, van benne fűszer, oregano, stb., és ugye nagyon ízletes. Hogy arról szintén mit mond a szakma? Nagyon-nagyon... Igen. Én azt adom például a gyereknek, mert nagyon szereti. Nem sokszor, meg nem örülök neki, de néha igen. Nagy baj? Igen. Szerintem igen. Mármint a máj. A újabb kaja kilőve. Az emberek az a baj, Balázs, hogy sikerült megtalálni az állatoknak azt a szervét, ami az összes szervezetükben lévő méregtelenít. Így hát a máj méregtelenít. Ennél rosszabbul nem is járhatnánk el, mert ez az egyetlen olyan szerv, ami nyilván nem tárolja az összeset, hanem igyekszik lebontani. De amikor az állatot levágják, ugye a stresszhormonok és sok minden méreg halmozódik, azt a máj még begyűjti. A lényeg az, hogy a májra hízlalt libák, a májra hízlalt sertések állatok esetében a májban azért lehetnek súlyos allergének. Nem mondom, hogy mérgező, de ma már fordult a bolygó, és azt mondjuk, hogy a májat nem olyan, egyáltalán nem olyan. És egy ilyen házi májkrémet se? Tehát nem, hogy az ember egy ilyen olyan boltba, ahol azért kézműves termékek vannak, és ott van egy jó házi májkrém. Ugye a májban azért azt mondják, hogy ha azt megpirítod, megsütöd, azért abban sok vas van, vagy mit tudom én, tehát hogy néha lehet egyáltalán. Hát ez Balázs pekhed van, mert engem kérdezel, és én nem javasolom. Májat semmiképpen nem javasolom. Mindenféleképpen javasolnám, mert isteni fél. Tudom, igen, ugyanakkor jó, de hogy aha, tehát ritkább. Nézzétek, ha már hús, akkor ott van a hal, ott van a pulykamel, a csirkemel. Jó, Jézus. De leszámítva azt mondjuk, hogy májról mit mond a szakma, hogy az mondjuk valóban méregtelenít. Maga a májkrém az is egyfajta mellékterméke a húsiparnak, vagy azért vannak olyan jó kézműves májkrémek, nyilván lehetnek. Akkor úgy kérdezem, hogy a tucat májkrém is párizsi szintű, leszámítva mondjuk a jobbakat? Az is egyfajta mellékterméke? Igen, gondolkodom, hogy hány százalék a máj a májkrémben, de ugye az is krémesített. Minden, ami krémesített termék, az ugye már az már más. Ugye ahhoz már lehet adni adalékanyagokat. Itt fokozol? Nem tudom, hogy van-e kézműves máj, vagy ilyesmi. Nem a házi májkrém. Házi májkrém. Az biztos jobban. Ettől függetlenül biztos, hogy annyiban jobb, hogy az állatot más takarmánnyal, vagy mással etetik, de alapvetően a máj, mint detoxikál, mint méregtelenítő szerv, az ott marad. Úgyhogy emiatt én azt mondom, hogy egy olyan országban, ahol minden harmadik, negyedik ember, vagy majdnem minden második allergiás, egy ilyen országban a máj adása szerintem az kockázatos, abszolút kockázatos. Ráadásul az állat hordozhat ugye olyan vírusgéneket, egyebeket, én most ebben nem merek belemenni, amiket kiválaszt a szervezete, szóval ez ilyen időzített bomba kategória. Hát Benni, búcsúzz el a májkrémes kenyerettől ma este. Vége van. Eddig tartott a szép világ. Akkor ne egy éve se pecsenyit se, meg ne egy hurkát, meg kolbászt, mert hogy az meg a belébe van bele. Nyilván lehet, szerintem itt a mértékletességről van szó, hogy mondjuk ne egyen minden másik nap a gyerek májkrémet, mert akkor az nem biztos, hogy jó. Én magára a termékre most a májon kívül voltam kíváncsi, hogy mennyire egyfajta húsipari. Én vegaként mondom azt, hogy a kenőmájas nagyon finom volt nekem annak idején, de most szóval persze, de nem azért nem ezen. Allergizál, magas a vértartalma, magas a koleszterin tartalma, kifejezetten a szervezetben ugye húgysavat képez, ízületi problémák, fejfájás, bérrendszeri problémák, vastagbél problémák, abszolút. Jó. Összefüggnek. Oké, jövünk egy-két alternatívával, jó? Mert Gábor készül, csak azon háziasszonyoknak, akik azért szeretnek tenni-venni, van egy kis idejük, és mondjuk, amíg a gyermek táborozik, addig szívesen csinálnak egy-két dolgot, mert Gábor mindig olyan, hogy azért mond valamiről rosszat, de közben készülünk is lehetőségekkel. Igen, most már készülünk, jó? Abszolút. Készülünk, hogy ne az legyen, hogy itt háztartások ezreit döntjük romba. Úgyhogy jövünk mindjárt, jó? Egy-két alternatívával, hogy mi az, ami egyszerű, gyorsan elkészíthető, és a gyereknek jobb, mint mondjuk a májkrém. 9:03 perccel jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva a Hello. Mindenkinek jó reggelt, Gáborral beszélgetünk még mindig. Szerbusztok. Hello, Gábor. Továbbra is. Azért azon sokan gondolkozom, hogy annyira benéznék egy-egy magyar háztartásba. Amikor
reggeliznek, tudod, és megy a műsor csütörtök. A kicsit mindenki remegve eszi a reggeliért. Hányan nézik meg most így az összetevőjüket, tudod, mit tudom, egy mogyorókrémen, vagy egy májkrémen fordítják, és így nagyon nagy íbe dobják be a kukába, vagy kapcsolnak el, vagy halkítják le a rádiót. Ugye kinek a pártjára állnak? Tehát vagy ellenünk fordulnak. Anyu imádkozik magába, hogy csak egye meg a gyerek, még mielőtt leesik, miket tartozt, hogy miről szól a rádió műsor. Igen, de többen írják. Na, csak visszatérve a máj kérdése, mert ez érdekes, és azért nagyon sok SMS jön, hogy azért érdekes, amit mond a Gábor, mert én közben folyamatosan harcolok a védőnővel, aki azt mondja, hogy eszik elég májat a gyerek, és hogy hetente legalább kétszer egyem. Reagálva arra, amit te mondtál, hogy miért nem adok sok tojást és máját a kislányomnak. Nézd, Balázs, a helyzet az, hogy a védőnő tanácsa az régen még megállta volna a helyét, de fontos tudni, hogy mivel dolgoznak az állatok tenyésztésekor, tehát előfordul, hogy megelőzés jelleggel gyógyszereket kapnak az állatok. Most képzeljétek el, hogy a gyógyszereket ugye a máj bontja le. Az állatvágásakor a gyógyszerek és annak a különböző anyagcsere termékei és lebontási termékei a májba kerülnek, májban maradnak. Hogy mondjuk egy másfél éves gyerek hogy reagál egy ilyen májra? Befulladt tőle, aszmatikus rohamot kap tőle, anafilaxiás sokkot kap tőle, vagy hasmenése lesz. Szóval ahhoz, hogy májat javasoljon valaki, ahhoz azt is tudnia kell, hogy mi van abban a májban, és ezt jelenleg 2014-ben nem tudjuk. A régi máj talán más volt, a falusi máj talán más volt. Én azt mondom, általában a májjal nekem problémám van, de ma már olyan sok készítmény kapható, amiben van D-vitamin, van B12 vitamin, van vas. A mai világban azért antibiotikummentesen is hozzá lehet jutni. Uh-huh. Nem mondom, hogy most étrendi kiegészítőkön kell élni, de van jobb megoldás, mint a máj. Kis gyűlöletet érzek az irányodból a máj felé. Nekem két fő gyerekem van, egy 5 és egy 4 éves, akik gyakorlatilag világ életükbe ettek májat, még mind a kettő él. De Feri, senki nem azt mondja, hogy meg fognak halni. Jó, csak most azért szerintem ezt a félreérted, nem? Azt mondta, hogy a májat eszel, akkor meghal a 4 éves gyereket, az anafilaxiás sok. Azaz, anorexiás sokot, meg izé meg. Nem. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én is adok májkrémet mennek, de ez nem azt jelenti, hogy egy év múlva halottak lesznek. Tehát nem erről van jó, szó. Jó, én értem, csak ugye itt az volt, hogy hasmenése van, sokkot... Lehet. Létrehozhat hirtelen reakciót egy atópiás, allergiás családban, és létrehozhat hosszú távú reakciót, uh-huh. egy bélrendszeri vastagbél, egy egyéb tüneteket, uh-huh. igen. Jó, tehát figyeljünk, oda vigyázzunk. De szerintem ezt mindig jó tudni, aztán eldöntött, csak tudja. Jó, nem? Jó, csak azért mondom, hogy ne csak az egyik oldal legyen benne, hanem legyen az is benne, hogy azért túl lehet élni, mint ahogy a Benny is eszik májat, azt semmi baja. Futsz alatt. Figyelj, szerintem a gyerek fölnő úgy, hogy párizsi teszik. Úgyis mi is fölnőttünk. Lefel. Csak ha tudod, ki tudja, mi raktározódik el a gyerek szervezetébe, ki tudja, mi rakódik le, ki tudja, mennyi feladatot adsz a szervezetének, hogy semlegesítsen, mi rektelnítsen. Hát főleg egy gyerek szervezetet, hát az ember meg tudja kimélni, meg kiméli. Te persze túlélik. Hát azért az emberi szervezet erős. Magyarországon, ha megnézitek, európai viszonylatban a legrosszabb az egészségi állapot. Most túl azon, hogy azonnali halált nem okozó termékekről beszélünk, de az egészségi állapot hosszú távon. Itt most ugye arról is beszélünk, uh-huh. hogy hogyan javítsuk a nemzet egészségét. Igaz, de mondjuk én gyerekkorban rengeteg májat ettem, és hát látom, milyen szép száll derék legényben. De most már nem eszel. Hogy megnyúltál? Hallod, érted azt. Igen. Na jó, nézzük az alternatívákat, jó? Hogy miket hoztál. Ezeket a recepteket mi felrakjuk a Facebookra. Igen. Van itt valami, amit a Feri is nagyon dicsért. Kedves kolléganőm, Nagy Ágnes készített nektek finomságokat. Én is szívesen készítek, de itt most szakemberre bíztam ezt a főzés technikát. Föl fogjuk tenni igen a honlapra, vagy már akár fönn is van. Hoztam egy milánói krémet nektek, napraforgóval, és hoztam egy diósajt krémet nektek. Azt hiszem ez a füstölt ízű diósajt krém, ez íz lett a Ferinek. Az zseniális. A titok az, hogy ugye a milánói napraforgós krémben paradicsom van, napraforgó, amit meg is lehet akár pirítani, és a titok a sörélesztő pehely, biztos van a konyhátokban sörélesztő pehely. És na srácok, elő a farmával. Hát vannak hiányosságok. Most mi lakatoltuk. Elképesztő mennyiségű B-vitamin van benne, tehát idegerősítő, a legfontosabb B-vitamin forrása sörélesztő pehely, nem erjeszt a gyomorban, mert már ugye inaktív, tehát nem fog cefrés hordót létrehozni a gyomorban. Formájában nem lehet ugyanezt bevinni? Nem, hagyományos nem, bocsános, nem lehet. Ja. Bazsalikommal, himalája fűszersóval, piros paprikával készül, hagymával, egy ilyen paradicsomos finom krém, amit kenyérre kenve minden gyerek és minden felnőtt szinte szeret.
És van a dió sajtkrém, ami dióból nyilván, piros húsú, mondjuk kápia paprikából, szintén sörélesztőből készül, fokhagymával, nem a olajjal, és glutamátmentes ételízesítővel, majd füstölt gabonakolbász kerül hozzá. Azért kapnék egy ilyen bevásárló listát a végétől, azért megremegne a lábad. Ez csak finoman. De higgyetek finoman, el, hogy nagyon mérges leszek. Hát nem bonyolult. A kocsival leszek, megvárlak. Ezeket szeretem. Be. Igen. Lehet jó, benne rutin szerezni. Kicsit utána kell járni, persze. Igen, igen. Egyébként egy átlagos reformkonyhában vannak azért ilyen anyagok. A sörélesztőpejhet kell igazán beszerezni, de hát Balázs, lenn magolaj van nálatok, úgy tudom. Van. Adok hát a bennek füstölt, minden nap egy evőkanál, kis kanál. Nagyon jó, mert omega 3 van benne. Füstött gabonakolbász és sörélesztő pehely szükségeltetik. Ez a kettő már csak, azt meg tudom, hogy jól lehet kapni. Múltkor mondtam a gabonakolbász, na induljá. Most? Kell egy jó turmix, egy kis víz kell hozzá, nyilván egy deciliternél egy picit több víz, egy kis só, és innentől kezdve krémes állagú terméket hozunk létre, és ezt kenjük a kenyérre. Jó lesz. Egyébként tényleg nagyon finom, tehát mindig az a mérce, ha Feri rámondja, mert azért ő nagy van, de mondtad, hogy ez én ott álltam, nem volt 10 perc, míg elkészült, tehát igazából ennyi. Igen. Én tudom, hogy ennek nehéz neki állni, tehát én nem kergetek álmokat. Tudom, hogy egy átlagos háztartásban az a lényeg, hogy kiveszem a hűtőből, felszeletelem és ráteszem a kenyérre, de ha egy picit rászánunk egy kis időt, egyébként ha kicsit többet készítünk, le is fagyasztható, nagyon finomak lesznek ezek, amikor ugye elővesszük, kiengedjük, rákenjük, és már is viszi a gyerek. Igen, ezek jó dolgok. Igen, és itt az a fontos, amit mondasz, hogy nyilván azonnali halált persze egyik sem okoz, amiről te mindig rosszat mondasz, de ha valóban megnézzük azért a magyar statisztikákat, egészségügyi statisztikákat, hát megdöbbentő. És nem, hogy javulás lenne, hanem effektíve folyamatos folyamatosan romlik az állapotunk. És itt nem csak arról szól, hogy mondjuk a dohányzók, meg az alkoholisták, meg azok, akik dohányoznak, tüdőrák, hanem az már amúgy is egyre kevesebb fogy, legalábbis zárjegyes. Balázs, és még zárjegyes, igen. Átáramlott a fekete iparba a dohányfogyasztók nagy része. A szabad hozzátenni annyit, hogy ha valaki rákbetegséget kap, legtöbbször keresi az okát, biztos, hogy keresi, hogy vajon mitől mi okozhatta. Soha senki szakember, orvos neki ezt nem fogja tudni megmondani, hogy mitől lett neki vastag bélrákja. Nem. Tehát egyszerűen olyan sok tényező van a forgalomban, hogy nem tudja senki megmondani. Tehát egyetlen megoldásunk van, hogy ha lehet, minél több lehetséges tényezőt kiiktatunk. Tehát engem meg lehet ítélni, hogy egyáltalán nem igazolt, hogy mondjuk ebben a magyarógyízű krémben lévő anyag rákkeltő. Nem igazolt. De nem kizárható, hogy más anyagokkal együtt bizonyos elszámok rákot okoznak, és ezért a cél a megelőzés, hogy kiveszem, kiiktatom, és akkor kisebb az esély egy traumának. Tehát nekem ez a szemléletem. Igen, hát arra a kérdés, hogy azt mondod, hogy miért nem tiltják be ezt vagy azt az elszámot, mert nem bizonyított. Viszont ezek az elszámok statisztikailag a különböző termékekből ugye összeadódnak a szervezetbe, és olyan toxikus anyagokat keltenek, meg olyan toxikus anyagok halmozódnak föl, ami aztán viszont nem biztos, hogy túlságosan szerencsés. De egyértelműen soha senki tényleg nem fogja tudni megmondani. Igen, hogy minden szervezetben más a koktél hatás is. De amikor 5-6-8-10 elszámot együtt fogyasztasz, még azt sem mondhatom, hogy minden szervezetben azonos robbanó legyet képez, egyáltalán nem. Tehát a kémiának olyan különleges lehetőségei és szabályai vannak, hogy nem bírsz felállítani egy modellt rá, hogy mi fog történni a szervezetedben. És ezt nevezem annak, hogy zavarosban halászás, az élelmiszeriparban sok vagy több résztvevő, ezért forgalmazhat bizonyos élelmiszereket, mert soha senki nem fogja betiltani az ő élelmiszerét, mert nem fogják soha igazolni, hogy 100 emberből 85-től rosszul lesz. Nem fogják igazolni. Lehet, hogy 10 rosszul lesz, és közötte lesz az én vagy a te gyereked, de soha senki nem fog elnézést kérni. Ezt nem teszik meg. Igen. Abszolút igazad van. Mit reggeliztél, Gábor? Hát én most dívos sajtkrémet ettem a tiszteletet. Nagyon helyes. Hát akkor én most előtte, hogy mit hozol nekünk. Nagyon rendes ember vagy. Ezt bevállaltam. Igen, egy kis zöldhagymát használtam, illetve fogyasztottam hozzá, és egy pár szem fehér mandulát azért. Á, persze, csak sem megemlítve, meg ki volt szakadva az acskó, és dölt ki belőle. Jól van. Jövő héten táborozol akkor? Jövő héten táborban leszek, jó. És két hét múlva, hogyha meghívtok, akkor szívesen eljövök. De ugye nem a csírák csapatát erősíted? nem. Én a felnőttekkel fogok táborozni. Nem. Egy jó liter. Gábor a búzafülében. A búzafülé csapat.
Mit, jó pálinkát kértél? Hát, hogyha ott van göncön, ott van jó gönci barack, egy literre csak be tud tenni literrel, de hát én gyümölcsre gondoltam. Azt hozzál a srácoknak. Nem tudod? Gondolod, hogy pont Gábor fog neked pálinkát hozni? Hagyva, hogy megmérgez magad. Hát. Tehát barack pálinkáról van szó, Feri. Gönci barack pálinka. Én most picit csalódtam. Hozzá, azt hozzá, nyugodtan, azt picit lehet. Picit elszomorodtam most. Miért szomorodtál rá? Hát csak semmi baja nincs. Mert vigyázni akar rád. Nem vigyázni akar rád. De majd én vigyázok magamra. Tehát azzal mi a baj? Mondom neked, nagyon szép permet nélküli gyümölcs. Tudom, nyers gyümölcsből van. Ugye? Most fog ez jönni, ugye? Tessék, nyers gyümölcsből van, és egy lepárlás nevű eljárással csinálják, és nem adnak hozzá semmit. Meg, na, jó, neki az a probléma. Meg elszomorodott. Vágjatok be reklámot, hogy ilyesmi. Nem is tudom, nem kínozunk. Gábor elszomorodott, és hogyha egy magyar ember szomorú, mit csinál? Iszik. Na, ennyi. Így jöttök sokat. Én melletted vagyok, Gábor. Jól van. Köszönöm. Köszönjük szépen, pihenjél akkor két hét. Nagyon köszönöm. Sziasztok. Gábornak köszönjük szépen. Hármasugrás, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló. Halló. Orsi. Halló. Szia, halló, Orsi vagyok. Orsi, halló, honnan hívsz minket, Orsi? Én Pécsfürdőről telefonálok. Pécsfürdő. Igen, és férjemet szeretném megletni. Na, igen. Hatalmas nagy rajongó. Schumacher összes könyvét kiolvasta. Úgy házasság évfordulónk lesz, és azért szeretném meglepni. Ó, de helyes vagy. Hallom is, hogy izgulsz picit, igen. Nagyon. Ott van mellette, tud róla, hogy játszol, vagy esetleg titokban szeretné neki megjelni? Tud róla, mert amikor törgött a telefon, akkor nézte, hogy ezt kivel beszélünk. Na jól van. Hogy gondolod, megállsz és elviszed a biztosat, ha megvan az első kérdés után, vagy mész a Super Bowl jegyekre? Hát nem tudom. Én azt mondom, jobb ott lenni, és biztos sem menni, de ezt abszolút rád bízom. Jó, meglátjuk majd közben. Jó. Már annak is nagyon kicsi a lehetősége, vagy az esélye, hogy bekerülje a játékba. Aztán, hogy még eljuss el? Hát az a végére, nagyon a Super Goldig, tényleg okosan, ügyesen. Főleg, hogy nekünk jó, is kellenek ezek a jegyek. És csak ott akarunk ülni. Én is ott akarok ülni, igen. Na jól van, Orsi, legyél ügyes, drukkolunk, jó? Köszönöm. És ne kapkodj. Ne kapkodj. Így jó. Szól az első kérdés, 2 darab, 3 napos Forma 1 belépője. Hol rendezik a Forma 1 japán nagydíjat? Ugye japán nagydíját. Milyennek a pályának a neve? Ne kapkodj. Suzuka. Így van. Na. Nagyon jó. Na most megvan a... Ott vagytok már a Forma 1-en, ez biztos. Igen. Hát hogyne. 2 darab, 3 napos jegy. Most érdemes elgondolkodni azon, hogy érdemes-e kockáztatni azokért az egyébként nagyszerű Red Bullos ajándékokért. Vagy azt mondod, hogy tartsuk meg a Red Bullos relikviákat, hogy adjuk oda, akinek akarjuk. Te elviszed a két jegyet, leteszed a telefont és megvagy. Mert ha elrontod, akkor viszont bukod a jegyeket is. Azt mondtad, hogy a férjed nagyon szereti Schumachert, de hát ő most már ugye nem versenyez. Most kinek szurkol a mostani? Fettelnek. Fettelnek. Nagyon jó. Na, mi legyen? Hát, azt mondják, hogy megállunk, de én szerintem tudná azt is. De itt most csak a relikviákat kockáztatod, tehát azt gondolod, meg, hogy nem. Hiszen a jegy már megvan most, ugye egy plusz a relikvia. A jegy már megvan. Nem bukjuk el a jegyet, de, akkor de. Tehát azt mondom, hogy ha most tovább mész, akkor most annyit kockáztatsz, hogy lesz-e még pólód, viszont a pólóért cserébe elbukhatod a jegyet. Tehát kérdés, hogy megérje, érted, hogy mit köszönöm. Mondom? Köszönöm, akkor megállunk, jó? Biztos? Biztos. És azt mondom, hogy Fettellel kapcsolatos a következő... Ja, ne hülye vagyok, megmondtam a választ. Igen, hát hogyha például most... akkor most kicserélem azt a kérdést, amire most megadta a választ Balázs, akkor... Azt akartam mondani, hogy ha azt mondom, hogy Fettellel kapcsolatos a következő kérdés, és meg is mondom, mert a válasz az, hogy Fettel. Szép volt, Bari. Nem. Föltegyem ezek után a második kérdést? Akkor tovább menni. Menjetek tovább. Megyünk, akkor megyünk. Nagyon jó, így szól a második kérdés. Mondjátok meg a gyereknek, hogy ne izguljon, nincs vesztenivalótok. A második kérdés így szól. Milyen nemzetiségű a száguldó cirkusz történetének legfiatalabb futamgyőztese? Elmondtam. Milyen? Nem, milyen nemzetiségű? Milyen nemzetiségű? Német. Hogy érted? És akkor miért a szújó közvetít? Miért nem ti, ha ennyit tudtak erről a sportról? Na most, ha Balázs egy kicsit még beszél a harmadik kérdésről, akkor az meg se szólalok, nem. Szupergold jegyeket nem adunk oda úgy, hogy a műsorvezető elmondja a jó választ, mert az tényleg. Igen.
Így van, 21 most... évesen lent egyébként. Lehet, hogy most kéne megállni. Most viszont megállunk, jó? Jó, jó döntés. Jó, nehéz jó. A harmadik kérdés egyébként. Nehéz. Jó. Jó, oké, akkor megvan a 2 darab 3 napos jegy. Jaj, köszönöm szépen. De jó. És Red Bull relikviák is jelentsen ez bármit is. Jó, jó. Jó, nagyon szépen köszönjük még egyszer. Kivel megy a párod? Együtt mentek, vagy esetleg gyerekkel? Igen, együtt megyünk. De jó. Na, örülünk, hogy örültek. Jaj, hát még mi. Nagyon szépen köszönjük. Küldjük nektek, jó? Jó, köszönöm. Ciao. Szia, szia. Hello, hello. Jó szórakozás. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát, ahol tudás volt, nincs kérdés. Ott bizony nincs. Hogy rá mondta, hogy német? Ahol ugye van tudás. Ahogy én segítek, gyerekek, hát nem segítünk senkit. Hát ennyi jár. Persze, megérdemlik egy kis Red Bull-os relikvia, bármi is az tényleg egyébként. Mi az? Néhány üres energiaitalos doboz. Cukormentes. Igen, de ráadásul cukormentes. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra volt 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Outcast. De ez egy nagyon jó. Valaki azt írja, hogy a héjában van a vitamin. Így. Fú, igen. Ez egyébként ez egy jó kis dal, így van. És a klipje milyen jó. Ez szólt itt a Morning Show-ban 4:10 előtt pontosan 2 perccel, és közlekedési hírek is vannak. M1-es 87-esnél trafi a hídon, méri a Győr felé igyekvőket Amba és Erika küldte. Nekünk gyorsforgalmi befelé a Selkút után a magasságmérő megborotvált egy ponyvás teherautót, ezért van a dugó, üzeni nekünk Zsolesz. Hello, 2 idióta csigaházas lakókocsis utolért egy kamiont a 84-esen Sopron felé, több kilométeres a sor mögöttük, most lőven van a konvoj. Aztán M0-áson 2 kamion ütközött a soroksári lehajtó előtt az M1-es felé vezető oldalon, a sor már az M5-ösig ér, körülbelül 3 kilométeres, aki teheti, kerüljön esetleg a régi M0-ás felé, most az M51-esen, írta nekünk Norbi. Tudja valaki, miért van bedugulva a gyorsforgalmi befelé? Igen, hát ugye azt olvastam, hogy ott a Selkút után kamion nem fért be a híd alá. Uh-huh, igen. Úgyhogy emiatt. Ez ponyvás elbírja. Rugalmas, arrébb tolja majd. Igen. Aztán mégse bírja el. Mi ez a sok édesanyámmal reggelizem, meg gyerekkel reggelizem, meg így reggeliznék, meg lustálkodom? Ma, meg igen? Holnap. Ez te vagy? Igen. Igen. Te játszod? Igen. Egy évre való kávét kap valaki, meg az ő barátja is. Komolyan? Uh-huh. Hát nem rossz, mondjuk. Megint nekünk kell akkor menjen. Van ilyen játékunk tényleg? Van, nem, van. Én látom, hogy 10 percet korábban kelek fel, játszom a gyerekkel. Meg igen, mit csinálsz, ha kapsz 10 percet minden nap reggel? Ugye ez a nagy feladványunk. És akkor ezt megírják, Anna választ, visszahívja. És mindenki csak én játszom a gyerekkel, hozzábújok a feleségem, ez senki nem mondja, titokban maszturbálok az uany alatt, mi? Persze, akkor a kamusok. Egy ilyen jönne csak lehet, egy. Lehet, hogy nem titokban csinálják. Semmit. Boldog, nem vagyok annyira feszült. Boldogát teszem magam azon. Legyünk őszinték. És a férfi felnőtt társadalom 80%-ban titokban maszturbál az uhany alatt. Tehát, hogy miről beszélünk? Összebújok a feleségemmel, oda megyek a gyerekkel és tologatok. Ez is benne van. Jó, azért van 3 lopott perc. De mit csinálsz a maradék 8 percet? Hogy miért nem tudunk ennyire őszinték lenni? Persze. És egy évnyi káliadagot jelentene. Itt van Józsi, aki 10 perc alatt 2 maszturbál titokban az uhany alatt. Miért folyatod annyira vizet? Mit gondolsz? Igen. Az állítható zuhanyrózsa, tudod, ami erősebben, erősebben húz, egy lassabban, sugár, egy sugárban, hátmaszírozós. Gyengébben erősebben. Mert drágám, 12 percet folyatod a meleg vizet, mit csinálsz az zuhany alatt? Elfelejtettem, hogy nem mostam hajat. Hogy nincs ezt, is hajat. Ja, akkor. Hogy ezt egyszer miért nem írja meg valaki őszintén? Miért kell személyreskedni? Miért kell álszenteskedni? Nem, persze, elhiszem, hogy vannak ilyenek is, de hát azért legyünk őszinték. Mi mindenki a gyerekkel játszik. Ti hallgatók, mindenki a gyerekkel játszik. Igen. És ugyanúgy hívja? Csak van előtt egy kis jelző. Mindenki a gyerekkel. Kis Gábor, kis Józsi, kis Gábor. Nem? Hát legyünk ennyire őszinték. És ezzel mi van? Semmi. De evidens dolgokat minek valljon be az ember, nem? Mit csinálhat szintetek most ebben a pillanatban, most így, 4:10 előtt, 1 perccel, most így, csütörtökön, Jason Donovan? Hát, hogyha van szabad 10 perc, akkor... Hol van most, és mit csinál Jason Donovan? Zuhányzik. Zuhányzik? De miért ilyen sokáig?
bevezető is egy reggeli kereskedelmi rádió műsorába, és ott megírja, hogy éppen mit csinál? Jason Donovan, hol van ő most? Hát szerintem él a jogdíjakból, amiket még mindig utalnak neki. Nem, de ez baromi unalmas, nem? Nem, és 40 éven keresztül semmit nem csinál, és tízed a bankszámlára, de egy hét után, vagy két hét után már vágynál valamire, vagy maximum egy hónap után. Biztos van még koncertje. Uh-huh. Koncertezik még Jason Donovan, igen? De egy fátyolos tekintettel arra gondol, hogy hát ezzel még egyszer el kellett volna kapni Kylie-t, mielőtt szakítottam. Igen. Na, van egy jelenség, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, vagy megkérdezni benneteket. De légköri jelenség? Hogy mi a véleményetek, igen, a stratoszférában zajlik. Lapozgatom ezeket a heti bulvár magazinokat. És van egy dolog, amit nem tudok hova tenni, de közben meg ugyanakkor értem, de furcsának, vagy érdekesnek találom. Vannak ezek a két-három oldalas cikkek, amikor is hírességek elmennek wellness hotelekbe. Uh-huh. Meg van? Meg. És leírják a cikkben, hogy melyik wellness hotelben mulatta az időt az a celeb pár, akik egyébként nem valószínű, hogy rászorulnának arra, hogy kifizessenek neki két éjszakára mondjuk 60 000 forintot. És ugye miről szól ez a cikk? Ez arról szól, hogy ha te ezt bevállalod, akkor ez egy barter a celeb és az újság között, vagyis az újság kifizeti neked, vagy pedig barterról megkapja, ugye? Látszólag úgy tűnik, mintha arról szól, hogy ők mennyire szeretik egymást. Hát de szerethetik is egymást, tehát én nem vitatom. Pont ez a jó benne. De csak ebben a wellness hotelben szerethetik egymást. Csak ebben így van a kettő sugarú hidromasszáskádban, mert ezzel már azt is tudhatod, hogy az is van a wellness. Rájöttem, hogy ezekben a típusú újságokban én ezeket a cikkeket szerettem a legjobban. Ugye... ez vagy családi album, vagy bármi más alatt jelenik meg, arról szól, hogy a hotel felajánl ennek az újságnak egy elfogyasztható keretet, és azt mondja, hogy egy hónapban 4 hétvége van, arra 4 hétvégére 4 különböző családot ide küldhetsz ingyen, jelenjen meg az újságban, hogy melyik hotelben nyaralt az a család, hotel is jól jár, az újság is jól jár, senki nem fizet senkinek. Celeb is jól jár. És a celeb is jól jár, mert megspórol magának mondjuk 50 000 vagy 60 000 forintot. Hát lehet, hogy ezek drágább hotelek, és lehet, hogy teljes ellátással van. Teljes ellátás, all inclusive, plusz van egy masszázs, mondjuk 80 000 vagy 100 000 forintot. Általában olyan emberek veszik ezt igénybe, akik azért ugye közszereplők, és ezt bőven megengedhetik maguknak, de hát azért egy ekkora összeget megspórol, nincs ezzel baj. És elmennek, és cserébe az újság azt kéri, hogy intim pillanatokban hadd fotózhassa le őket. És most 3 hete ráálltam erre a rovatra, régen is nagyon szerettem, nem hiszitek el, hogy... Jó is ez. Jó, hát ez egy, persze, hát ez egy üzlet, én azt gondolom, hogy korrekt üzletről van szó, hogy ha már úgyis lefegyelitek egymás köldökéből a száraz tankpesgőt valahol valami medence partján, akkor miért ne lenne, vagy lehetne az a medence, a mi medencénk, a mi wellness részlegünk. Na miért ne? Ennyi mondjuk tankpesgőről nincs szó, a medence vizét lefegyeli most. A múltkor láttam... Csajó, de azt tele van mindenféle magnéziumokkal megállt. Két közszereplőről egy ilyen rovatot, és komolyan mondom, ezt nézem, zseniális, hogy ők is lementek egy hotelbe, megjelent, hogy melyik hotel, és fölvették ezt a minden szállodában megtalálható egyenköntöst. Ugye ez ebben ember ebbe lemegy wellness, de nem biztos, hogy egy bulvárlabban így akarod magad viszont látni. Mindenki fölveszi ezt a köntöst, én is fölveszem, ti is, tehát az ember lemegy, fürdik a gyereke. A szálloda logójával. A szálloda logójával, de ezzel nincs baj, ez egy jó szolgáltatás egyébként a hotelben, hogy te bemész, magadra veszed ezt a köntöst, nem kell levinni. Én nem veszem fel soha, mert nem látszódok ki alól. Igen, eltűnsz a köntösben. Fölmászatták őket egy fára. Hú. Fölmászatták őket egy fára. Akkor az minimum 6 hétvégés díl volt. A férfi ült fölül a fán, fehér köntösben, tehát még csak nem is játszóruhában. A nő ült a fán, az ágra ráborulva a férfi ölében. És a képelérás valami olyan volt, hogy mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, ezért még egy fára is felmászták. És ülnek mind a ketten egy fán, fehér köntös. A veszélyes helyzet alatt mit kell érteni, hogy a botanikus kertnek az őre oda megy és leveri őket a bottal? De az megvan, hogy azért, hogy spóroljál 50 000 forintot egyébként, azt mondják, hogy Józsikám, nem megint Józsit mondok, bocsánat. Semmi bajom, hogy Józsika, semmi bajom. Béla? Nem, jó legyen. Noel? Most mi a bajod a Noelekkel? Hello. Jó, nem akarom mindig a sztereotípusokat. Noel, légy szíves, másszál föl a... De köntösben, légy szíves. Kifizettük neked, másszál föl arra a fára. Jó. De van, itt van velem a terhes feleség, mondd meg a terhes feleség, ő is másszon föl arra a fára. Felügyetlenkedik magukat arra a fára, látszik rajtuk, hogy rohadtul nem természetes, hogy egy fának az ágán kell ülni a fehér szállodai köntösben. Uh-huh.
És azt mondja, csinálunk itt rólatok egy fotót, szegények még nem tudják, hogy mi lesz a kép aláírás. Mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, de szerelmük a fa tetején is kioldhatatlan, vagy valami. Ó, te írhatnál ilyet. Én azt szeretném kérni ezektől a bulvár újságoktól, hogyha lehet, én elmennék képaláírónak. Én feliratbűnözést csinálnék. Az. Tehát én lennék maga a megtestesült feliratbűnöző. De kreatív is lennél. Én ezt imádnám. Adják oda a szökőkútba. Adják oda a képet. Hát az, hogy fehér köntösben ugye a szálloda logója alatt fotózkodni, szerintem ilyen típusú közszereplőnek semmi szükségre. Családbarát szállodát választottak. Egy nagyon barátságos képaláírás egyébként. A másik képaláírás. A soft all-inclusive ellátás még teljesebbé tette a feltöltődést a család számára. Itt a reklám elhagyatva, látod? Érted ezt? Míg a gyerekek rajzoltak, XY-ék, nem mondom, a boldogságukra kocintottak. Aha. Egy ágyon fekszenek úgy egyébként, hogy a fehér köntös alól a közszereplőnknek egy picit kilóg a köldöke és a szőrös hasa. Miközben a gyerekek játszottak, a édesapjuk forró láva kőszállította a herény. Érted? És tehát komolyan mondom, nincs azzal bajom, hogy valaki ilyet igénybe vesz. Még azzal se, hogy bartereznek. Nem teljesen értem, mert ezek a közszereplők általában azért elég jól keresnek. Persze, meg tudsz ennyit fogni, de hogy közben olyan pillanatokat adsz ki magadról, tehát akarod-e látni a kibugyanó hasadat egyébként egy fehér köntösben egy szállodai ágyon? Nem. Hogy miért van erre szükség? Hülye vagyok, hogy én ezen gondolkozom, de felirat bűnözése, én nagyon-nagyon klassz dolgokat tudnék beleírni. Én lennék a magyar felirat bűnöző. De csodálkozunk rajta, hogy ilyen jól érezték magukat, hiszen 2012-ben az évvel leszállod a díjjal, és kitüntették a hotel. Tudod. Igen. Nemzetközi nagy díj a séfünk által felszolgált. És tényleg hát a képaláírások, tehát hogy az valami elképesztő. Hány oldalt kapsz? Hármat általában ilyenkor? Egy perce sem engedték el egymás kezét a mesé, és egerszaló kiszálltam. Hát, hogy így, szóval, hogy így, hogy én értem meg, te az egészen semmi baj, de hogy és ettől még nyilván a szállod az jó. Hát tök jó a szálloda, persze. Csak hogy legalább akkor vennének már valamilyen más cuccot, mert hogy egyébként meg látszik, hogy ott van a logos, hímzett köntös alatt, ott van egy rövid nadrág, ott van egy póló, tudod. És olyan, igen, láttam a múltkor, tényleg ez jó is, hogy mondod, láttam a múltkor egy olyan képet, hogy bemászatták őket a francia ágyba. Igen. De látszott, hogy a fotókedvéért másztak be a francia ágyba, utcai ruhába beültek a francia ágyba, fölhúzták olyan abban a cuccban voltak a kis állatsimogatóban. Fölhúzták nyakig a pulóver, és azt látott, hogy két közszereplő ül egy szállodában, nyakig fölhúzott ilyen paplannal, de látszik, hogy mert valami kilógott, már majdnem a cipőben feküdtek egyébként az ágyban. Sejem ágy, nem, minden gyönyörű, és valami olyan bagatel képaláírás, hogy a könnyen... És az előbb még a szurikátákat nézték a belső udvaron. Sírtam, hogy ezekre rámegyek. Nem lehetne, a fotós előtt nem vetkőzöl. Az igaz. A fotós előtt nem vetkőzöl. De mondd már eleken felé, hogy melyik az intim pillanat az életetekben, amikor mind a ketten bementetek fürdőruhában a jacuzziba, amiben van a szobátokban. Érted? Igen. Zseniális. Én ezekre a rovatokra mentem. Ez miről szól egyébként? Hogy ingyen hétvége, és a megjelenés. A ingyen hétvége plusz megjelenés, tehát a kellemeset a hasznossal, nem? Így van, mind a kettő benne van, azért kérdeztem, hogy hány oldalt kapnak, ugye három oldalasat volt, amit az előbb mutattál, most azt egyébként mivel tudod generálni? Csak botránnyal. Tehát ha valami botrányban vagy benne, akkor kapsz három oldalt egy bulvárlapban. Hát akkor... Így meg megkapod a három oldalt, megmutatod magad, ott vagy a köztudatban. És ingyen van? És ingyen van, nem kellett az újságnak se fizetned. De miért ne lehetne a kettőt együtt? Tehát, hogy jól is érezték magukat, meg botrány is volt, hogy a mese is egerszaloki szálloda jacuzziába belehányti. De miért nincsenek őszinte képaláírások? De... Pali ebben a mesés egerszaloki szállodában még soha nem evett ennyi szart. És egy ilyen fincsor. De most komolyan, nem? Ilyen szörnyűt még soha nem reggelizett. Valami nyilván nem a hotelről szól, mert közben a hotel... De hogy egy nyers, keresetlen őszinteséggel. Ilyen tök őszintén. Ez Balázs, mondd nyugodtan róla. De legyen az, hogy Viki és Bali miután elfogyasztották a fantasztikus reggelit az egerszaloki szállodában, hangos ordításukkal zavarták meg veszekedésükkel a szállodában. Igen, hogy kicsit annyira gicses már ez az egész négy oldal, hogy legalább egy őszinte felirat. Igen, hogy ez se pezsgő fürdő, hanem a sólet füstölt babbal eredménye, ez a sok rohadt buborék, ebben a mesések. De nem lenne őszintébb az egészen, nem az lenne, hogy de jó, végre valaki ezt kicsit fölvállalja, végre valaki egy kicsit őszinte, nem?
És nem arról van szó, hogy az a család, vagy az a két ember az, az adott pillanatban nem szereti egymást, tehát én nem ezt mondom, csak ez mindig olyan fura. Nyolcszorról éreztük magunkat, de ingyen volt. Köszönjük hát szépen ennek a bükkfürdői szállodának, sose voltunk még ilyen helyen, de ingyen is volt, gyerekek, be is írtunk a panaszkönyvbe. De legalább 60 zsebben maradt. Na, hát kell lennél több? Ja, ha ilyen egy svéd asztal, nem megyek Skandináv országba több. Igen. Szóval, hogy ezt így egyszerűen nem értem. Nem megyünk el egy ilyenre hárman? Tényleg. Nem vállalunk be úgy, hogy nem hoznál le az újság. Ja, tehát, hogy így fekszünk három egymás mellett álló ágyon, és mind a háromunkat egyszer masszíroznak. Az a bajom, hogy akkor úgy kellene állítani az ágyokat, mert egyszerre nem tud összeérni a tekintetünk mind a hármunkénak. Tehát, hogy akkor úgy kellene megcsinálni, hogy ilyen csillag alakba beállítani az ágyakat, hogy mindannyian tudja, mert általában ez így szokott lenni, biztosan láthatok, amikor egy pár megy el masszíroztatni, ilyen páros masszíroztatás, mindig nézik egymást közben. Nézik egymást. A közben. Képaláírás forró szerelmükön a lávaköves masszás se hűtötte ki, tudod, vagy mit tudom én, a forró szerelmüket a hideglábas fürdő se tudta kihűteni, és mindig van valami olyan bagatel képaláírás, ami egyszerűen, és nézik egymást. Miközben Ferencről a felesleges olajat itatták fel, 100%-os itt a bébivel, pamut törölközővel, addig a Balázs a lámaszázson esett túl, miközben Janinak a karvai körmeit távolították. Igen. Nézzük meg, hogy néznek ki ez mondjuk úgy, hogy mi szerelmesek vagyunk egymásban. Oh, nem áll, tehát ülünk egy asztalnál hárman. Igen? Feri, a jófogások kedvelője, szívesen kínálta meg Balást, és etette a villájába. Igen. És ebben a pillanatban te ilyen finoman felszúrt májpás beöntéssel járt az esze. Te egy finoman felszúrt. Amit Janinak fogadott. Amit a csodás Wellness Hotel. Igen, Jani nagyon ad a higiédiára. Ebben a szállodában lehetőség van kamillás beöntés, és azt látjuk, hogy te gyertyaállásban egy infúzió állvány mellett. A vacsora után már éppen beöntetsz magadnak. Jani hát valóságban rabjával állt a súlyfürdő. És én eltorzult arccal ki lenni gyújtva. Balást és Ferit a kedvenc meglepetésük várta a szobában. Egy frisse hűtött eperkoktél. És ülünk félmeztelenül, és éppen eltetsz egy finom friss eperke helye. Ilyen jó fejek vagyunk, megcsináljuk ezeket. Itt a formát. Csináljuk már meg ezt, mert mondom, én ezekben az újságokban én már ezt keresem. Kinek maradt 60 ezer a zsebébe, kiment el barterezni, és mit vállalt be azért, hogy 60 ezer a zsebébe maradjon? Nem? Hangsúlyozom, olyan emberekről van szó, akik egyébként ezt bőven megengedhetik maguknak. Nem? Teljesen jó. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy fogjuk meg, adunk is, meg is fogjuk. Jó, van, ingyen volt, adunk 4 fotót, azt nincs ezzel. És még lehet úgy is csinálni egyébként, mert nézem, hogy van különbség pár és pár között, tehát van, aki nagyon diszkréten azt mondja, hogy gyerekek, 2 darab fotót adok. Nincs félmeztelen, semmi, nincs 2 darab fotó, nem fekszem be félig ruhában, ráhúzva a köntöst, a cipőt majd vágjátok le, mert ne látszódjon, játszom el, hogy pezsgőt iszom, hanem ez nagyon diszkrét. Nagyon jó. Ez nekem de hogy ennek az ellenkezőjét megcsinálni. Így nem? Van. De ez teljesen jó. Balázs, Feri és Jani természetesen a nászutas lakosztályt kapta meg, és külön kérésre az esetleges balesetek elkerülése véget barna lepedőt is kapta. Igen. Balázs és Feri bájos mosolyjal vidáman hancúrozott a francia ágyon, és egy ilyen kis paplan, ahol csak a szemünk párna csatáznánk vidáman, félmeztelenül te szigorúan a szállod a köntösébe. Miközben Jani bent a fürdőszobában örült a meleg víznek. És úgy lennénk megfotózva mi ketten a párnacsatában, hogy te a háttérben, a nyitott ajtónál. Igen, te nagyon csapatod magad zuhanyag, iszletesen mi meg ilyen nagyon vidában párnacsatázunk, nyilván szigorúan az Eger Szalóki Hotel köntösében. Mindig vagy egy logó alatt, tehát hogy mindig megjelenjen, hogy éppen hol vagyunk, vagy egy bükkfürdői szálloda logója alatt. Tehát hol tolod a gyereket babakocsival éppen, amikor lefotóznak, hanem a hatalmas nagy logó alatt, ahol mész az egyébként fehér köntösben szaunázni. Miközben nem tudnak tőled beállni a parkolóm. Igen. És mondom, én is használom ezeket a köntösöket, meg ti is, mindenki megy a családhoz. Én nem, mert egyszer nem volt helyes méret. Jó, hát de használd a gyerekköntöst. Most azért már a legtöbb szállodában úgy, hogy van 2 felnőtt köntös, meg van, ha tudják, hogy gyerekkel, akkor beraknak egy gyerekköntöst. Hát add a virágra a felnőtt köntöst, nem használd a gyerekköntöst. Nem, úgy tudsz, hogy félbehajtok egy török között, és így kivágom a tetejét, és poncsóként használom. Tír egy hallgató, azt nem lehet, hogy nem megyünk el, csak elkérik a benzinpénzt. Egyébként ez ilyenkor is jó. Mi van ilyenkor, a sztárok kapnak benzinpénzt is? Tehát ilyenkor azt mondják, hogy jó, lemegyek, úti 60, költség. De még egy úti költséget is utaljátok, hát szerintem még van, aki azt is elkéri. Plusz, ha nagyon lenne, okos vagy, hívnám egyébként, hogy erről mondjam valami. Igen, ha nagyon okos vagy, akkor még az elmaradt haknidat is kifizetteted, hiszen maguknál vagyok, egy hétvégét nem tudok vállalni munkát. Így van. Ha? Így van. Még azt is ki lehetne fizetni. Azért nem mondjátok, hogy nem lenne egy ilyen, hogy Feri és Balázs nagyon szereti a hancúrt, a medencében is szívesen dobálták Janit. Igen.
És így nagyon mosolyogva éppen dobálunk, hiszen a szállodában több medencét is kipróbáltak. Tudod? Ja, és mindig ott lenne a promószöveg, hiszen a szálloda sok medencéje közül választhattak. Igen. Természetesen a legnagyobbat választották. Az óriás csúszda aljában Janit Feri várta, hogy nehogy megüsse magát a vízben. Számos szórakozási lehetőség közül a fiúkat az óriás csúszdát is kipróbálták. Így van, Jani nagyon szerette a vizet. Egy ilyet egyébként meg lehetne csinálni. És miközben a szponzorautót megtankolták, még egy közös futóra is futott a Jockey Ewingai. Na vajon hol? Igen. Ha, bőven meg lehetne ezt csinálni. Na mindegy, én a másik, nagyon, amit nagyon szeretek, az nem ennyire vicces, az ingyenvetítés. Az még egy zseniális dolog. Ingyenvetítés? Amikor ingyen mozi vetítés van. Ja, igen. Hogy ott mi? Mozi egy? Hát, VIP-terem, nincs hogy VIP-terem. Hívják? Nincs VIP-terem? Ott nem, az nagy termes általában, és akkor úgy van, hogy mondjuk ha újság hirdeti meg, akkor ott még vannak nyertesek, tehát olvasók is. Na ki meg a család. Tud mesélni? Azért, mert nem engedem el a gyerekeimet a feleségemmel, hiszen hívtak bennünket. Nem azért. De volt, én nem tudtam, hol volt. Nem, Feri volt. Azt mondom, hogy nem szeretek ide menni, én sose voltam, de mondtam a BK-nak is, hogy én meg tudom venni a jegyet neki. De nem tökre értem, hogy ez arról szól, hogy ugye egy csomó ilyen gyerekfilmvetítést látok, hogy elmennek a sztárok, én nem tudom, hogy miért van arra szükség, hogy mondjuk a gyereket állandóan fotózzák. Szerintem nem biztos, hogy ez jó, de ez mindenki az ennyi döntése. De hát itt mondjuk eddig egy 70 ezeres dologról beszéltünk, de hát azért mondjuk két felnőtt, meg egy gyerek mozijegy, az mondjuk mindennel együtt dupla nachos, nem tudom, hogy ajánlni, az mondjuk egy 6000 forint. Mert azokat a rovatokat is nézem, nagyon szeretem. De hát akkor mi a plusz? Tehát, hogy akkor legyen már valami, tényleg valami tartalma az egészben. Ja, ne, az újság, valószínűleg a megjelenés. A megjelenés. Ez nem elég. Igen. Hát akkor legyen már, mit tudom én, Mozi Zseb Aleska Diamonddal. És vagy valami a gyerek a másik oldalon ül. Igen, a gyerek pedig a másik oldalon. Na, nézd a filmet, kicsim. Igen. Na mindegy, jó. Nem csinál, nem megyünk el? De, menjünk, de akkor csak saját Facebookunkra, vagy eladjuk valakinek, mert akkor az újságnak még el tudjuk adni. Hogy még azon is keresünk? Hát persze. Tehát lebarterezi az újság a szállodával, de és mi még el... Terezzük? Igen, mi lebarterezzük a szállodával. És megyünk a valamelyikhez. Az a baj, hogy akkor pont azt fogjuk, amit mi nem akarunk, hogy fehérköntösben látjuk, mert akkor az csak így... Jó, legyen az csak így tudod megcsinálni, hogy fehérköntösben fekszel a franciágyon, és tényleg friss szőlőszemeket dobálsz a számba. Jó, de legyen megegyezés, hogy mi írhatjuk meg a kép aláírásokat. De akkor legyünk egy család? Tehát legyünk úgy egy család, hogy te, papa, mama, és Janit leviszünk gyereknek. Egyébként rakunk rád karúszót, és dobálunk. Tehát legyen egy ilyen klasszik család. És legyen a Rákóczi család elfogadta a bükkfürdői XY szálloda meghívását, és eltöltöttek egy vidám hétvégét, nem tudom, a luxus apartmanban. Én dobállak, te meg kint fekszel koktéllal a kezedben egy nyugágyon. Igen. És masszírozzák a lábad. Igen. Miközben a szülők ott ejtőztek a közelbe, hogy mit tudom, én masszíroztattak addig a kis Jani. Lepjázott a gyerekmedencében. Kipróbálta a mászófalat. Így van, de akkor legyen dráma benne, az apuka, aki én vagyok, ahogy észrevette, hogy a kis Jani bajban van, bevetette magát utána a medencébe, és az így lenne van, lekapva, még mielőtt az félelmében belekakálta. Igen. Hál' Isten a szállodai alkalmazottai nem vették észre, hogy a kicsi Jani csintalanul örült, hogy lekerült róla a pelenka. Feri azonban résem volt. Igen. Hol vagy apu, kiáltott fel a kis Jani, és tévedésből anyukájához Balázshoz szalá. Az összezavarodott kis gyermek. Igen. Írja Anna, hogy már van egy szállodás, aki meghívott minket. Igen, már ott olyan lett. Igen. Na jó. Mindegy. Hát sok ilyet magunknak egyébként. Én pont ott voltam ebben a szállodában, amikor ők is ott voltak. Igen, nem akartál beugrani az egyik képre. Nem tudtam, hogy ők önpromóciós jelleggel tolják a hétvégét. Találkoztunk. Te azt hittad, hogy ennyire mennek, hogy mindenhova fotossal menni? Fura volt, hogy mindig a ló három napig bármikor mennem a logó alatt áldogált. Igen. Azt hittad, hogy miattad van. Jaj, légy, srácok, itt ne, de tényleg, bocs, bajos kiállnál a képből. Nem most. Na jó, fél tíz múlt pontosan 5 perce. Jövünk mindjárt, jó? Egy pici reklám, aztán jövünk a nap legjobb pillanataiba. Mond, mit ír? Jó az a Rúzsa Magdidal. 3:40 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. M3-ason a 185-ös könnyel Budapest felé trafi. Adrien küldte nekünk. Ha fotósra lenne szükségetek, szívesen megcsinálom. Jutus Pécsre. Igen. Most arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy jövő héten, amikor megyünk Lellére, ott előtte szállodázunk. Ha mind a hárman ott leszünk, senki nem jön reggel, akkor nyomunk kettőt. Hát a Facebookra, jó, szigorúan. Jó, csak gyorsan, tényleg, még hajnalban. Majd lelássa senki.
Nyugi, te úgyis a homokozóba leszel. Ja, mert ez is igaz. A szüleid majd egy koktéllal itatják egymást. Én ott homokvárakat fogunk építeni. Igen, mi szivárvágyos. Hát te még mit csinálsz, Janika? Sümeget. Várat építek. Nagyon szeretem a szüleim, isznak, mint az állat, kicsit unatkozom. Remélem, nem lesznek részegek, mert apa tegnap is nagyon megvert. Szóval lehet. Miután rányítottam a zuhányzóba, mert volt plusz 10-ben. Nagyon kis gyerek vagy, mert akkor egy szoptatós kép anyával még belefér. Hát, és ha én vagyok, van lehetőség, akkor nagy gyerek. És én vagyok a mama. Ja. A hármas képben én leszek a mama. M6-as Pest felé Dunaújvárosi kihajtónál a kúton full control plusz szondázhatás személyi autóknak is. Előtte 3 kilométerre van egy trafi. A 68-as kilométernél köszönjük szépen. 4-es főút 117-es kilométerénél rendőrök a felüljáról lesnek, vigyázzatok, ezt Koma küldte nekünk, és az M6-os Dunaújvárosi benzinkutyánál komplex ellenőrzés. Jaj, ezeket nem szoktam bemondani. De most rászaladtam. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon. Anna nem írta le, de gondolom a 7 órásod bevágtad. Beírta, ott fenn nem látom. Igen. Ugye a navosok elkaptak egy embert, aki több mázsa vagy több tonna fémhulladékot gyűjtött, és arról beszélgettünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor az ember szomszédja valami olyat gyűjt, ami már nem csak róla szól, hanem megkeseríti az ott lakók mindennapjait. Legyen szó akár társasházról, vagy családi házról. Ugye rengeteg olyan dolgot lehet gyűjteni, élőt, élettelent, ami egy idő után azért a szomszédság rovására mehet. Hihetetlen mennyiségű SMS-t kaptunk, hogy hallgatóinknak mit kell elviselni azért, mert a szomszédjuk éppen mit gyűjt. Ezekből szemezgettünk, valamint vendégünk volt Tóth Gábor, megvitattuk a kenyére kenhető dolgok veszélyességét, mint párizsi és kenőmájas, és adott egy-két alternatívát a mi Gáborunk. Most ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. 8 perc múlva 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Képzeljétek el, hogy én pont a tegnapi napon kaptam egy ilyen felkérést, amiről az előbb beszéltetek, hogy elmehetnék kicsin családommal valamelyik vidéki wellnessbe, és akkor igazából nem kellene fizetni, ha lefotózhatnák a családot, és ezt ott helyi újságokban, vagy az a szálloda maga felhasználhatná. És tök jó, 10 perccel a megszólás után visszamondtad, mert tudtad volna, hogy rajta kapunk téged. De nem, hanem most így elgondolkodtam, hogy mondjam a családomnak, hogy a Balázs cikinek tartja, hogy nem megyünk. Dehogy is, menjetek. Valamelyik heti labban? Nem, tehát mondom, hogy maga a szálloda ajánlja ezt fel. Ja. Tehát, hogy nem a újságtól jön. De szerintem abban semmi baj nincs. Ugye? Valószínűleg azért valami labban meg fog ez jelenni. Ha belemegyek a bizniszbe. Aha. Érted? Már hátrál, hogyha meglátom. De nem, hát azért várom, hogy mit mond rá a Balázs. Nem, hát tudod mi menni, hogy mondjuk a szálloda honlapján, a saját honlapján. Tehát úgy nem lesz benne labba, hogy te a szállodával egyeztetsz, és ők utána ezt kiadják lapnak, mert azt elvileg nem csinálják meg. A szálloda a saját felhasználása, mondjuk föllak a honlapra, és mondasz 3 mondatot, hogy jól érezted magad. De mi van, nem én mondom a 3 mondatot, hanem megkérlek, hogy képaláírásokat írjak. Az akkor biztos. Én vagyok maga a megtestesült feliratbűnöző. Tehát én elkövetem a feliratbűnözést. És lehet, hogy így többet is ki tudok csikarni belőlük, hogy a Balázs írja majd alá. Ne, hát annak nem biztos, hogy te örülnél, de a szálloda se, de én szívesen alá feliratbűnözöm neked, ha akarod. Van ötletem, hogy milyen képre mit lehet én ezt nagyon szeretem. De menj el, hát a szálloda ajánlotta föl, azzal semmi baj nincs. Megengedett, kösz. Nem úgy, hát. De most mit mondtál, visszamondtad, vagy nem mondtad vissza? Nem, még éppen kavicsot lapátoltam, amikor hívtak, és mondtam, hogy majd beszélni. Jó, de nagyon szigorúan tessék elkérni a benne pénzt. Jó? Nincs mondasz, hogy lesz volna haknités. Hakni megtérítés, tehát legalább 2 hakni, egy koncert és üzemanyag pénz kilométerenként, mint tudom én, 300 forint. Biztos lesz szilveszteri buli abban a szállodában. Ja, hát valakinek csak érted, ott föl kell lépni. Most már, hogy a Morning Show-ban is beszéltünk róla. Bizony. Név nélkül ugyan. Jó, ha benne lesz valamelyik újságban, szóljál már, mit találjuk meg, az neked rosszabb. Vaj. Jövő héten ne vegyétek meg, mondja ennyit, akkor azt tudni fogjuk. Ne, én akarom, hogy ez, ti találjatok rá. Jó. Az úgy szent. Jaj, de jó van. Miközben a gyerekek a játszóházban mulatták az időt. Csabi és Laura. A szaunában engedte ki a heti fáradtságot. Igen. De ennyi. Jó, hát azt hittem ennél jobb. Hát nem, látnom kéne a képet. De hát figyelj, adj tanácsokat, hogy milyen képeket készítsünk. Hát fára nem állsz, a fára nem láthatok köntösben, szerintem a ciki. Mi van ilyenkor? Vacsora kép van, hálószobai kép van, sétálókép van, családkép van, medence van. Attól függ, hogy szállod, amit akar. Ha van lovasszolgáltatás, nyilván oda rángatnak egy ló elé. Ha van kis állat simogató. Semmi nem is jó. Ugye, mert ilyenkor a szálloda mondja meg, hogy ő mit szeretne tulajdonképpen. Tehát a medence, a csúszda, az all inclusive vacsora, mit tudom én. Tehát hogy attól függ, hogy mit akarnak. Ez valami spéci szálloda? Még nem tudom. Ja? Több van. És akkor, hogy... Ja, hogy több van, is megkeresett. Nem, hanem egy szállodának a
legtöbb labelje van a világban. Értem. Ilyen nagyon rosszakat kell csinálni, hogy és eközben Laura és Csabi a finn szaunával ismerkedett, és akkor egyikük áll egy ilyen dézsával, értetlenkedő arccal, a másik, ja, egy másik kanállal, én meg egy vodkával. Nem, Csabi, te meg a két kezedben tartasz két izét, izzó lábakövet. Lehet, hogy Feri kellene megkérdezem, hogy milyen képeket készítsünk. De én nagyon kell... a bárpultnál is támaszom. Jó, így, vagy ugorjás a nagyon kellemetlen kell csinálni. Csabi nagyon jó hangulatú fiú, mindig feldobja a hangulatot egy fejenállással. Igen. Nagyon kellemetlen, és az étterem közepén iszonyatosan támaszt a fején át. Tehát csak ilyeneket. Na jó van. Hívjuk a nap hallgatóját. Hívjuk. Hát, hívjuk. Hívjuk. Hívogatjuk. Rajta. Na, hívom én. Na. Dum. Morning show. Az bizony! Jó reggelt! Hello! Na. Nem hittél benne? Hát nem igazán. Szabi, igen. Azt írtad nekünk, ugye, hogy srácok, ez tegnap történt velem, csörög a telefon 9:56-kor, ismeretlen szám, felveszem, beleordítom, hogy morning show, kis csend, majd a másik oldalon megszólalnak. Jó napot kívánok, Nagy Beatrix vagyok, a munkahelyi központból keresem. Milyen vidám kezdés. Írtad nekünk, ez pont tegnap történt? Igen. De ma megint megcsináltad? Hát, szeretek veszélyesen élni. Igen. Hol hallgatsz minket helyileg? Szegeden. Szabikám, a tegnapi SMS-ed után megválasztottunk téged. Jó, ha már ilyen bátor vagy, és tegnap nem sikerült, akkor bíztunk benne, hogy ma is bemondod. Jó, mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Hát meg tanulok, hogy egy diák munkáról van szó. Aha, és meg sikerült megegyezned, Beatrix-el, lesz valami? Benne vagyok a top 30-ban, és majd abból kerül ki a top 15, azt hiszem. Ezek után nem biztos, de hát... Aztán a top 7 és fél. És akkor szűkítik, majd adnak valamilyen munkát? Igen. Aha. Ifjúsági házban lesz, azt hiszem. Ifjúsági ház, és mit fogsz csinálni? Ilyen közepes fizikai munkát. Pakolás, ilyen pieseg. Hát diák munkának jó volt. És akkor erre hogy castingol, vagy hogy szűkítenek? Azt én nem tudom. Az egy jó kérdés. Ugye, hogy hát... Bizony. Bírja, nem bírja el? Igen. Fölbile emelni ön 30 kilót. Hát meg ez is, hogy kinek mi? Hát ami, mit tudom én, Balázsnak könnyű fizikai munka, az a Kassatibinek nyilván nehéz. Na jó, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó, Szabi? Nagyon szépen köszönöm, srácok. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Hello, hello. Még egy dolog, nagyon fontos dologról van szó, ugye tegnap megkértünk benneteket, kedves hallgatóink, hogy a Szemem Fénye Alapítványt, akik súlyos gyógyíthatatlan betegek, kisgyermekek utolsó napjait könnyítik meg a munkájukkal, segítsétek egy kisebb vagy nagyobb összeggel, és hát nagyon-nagyon sokan támogattak minket hozzászólásaikban, több mint 4000-en megosztották egyébként az információt itt a Facebook oldalunkon keresztül, és mindenkinek nagyon szépen köszönjük a segítségét, akik támogatták őket. Holnap mondunk összeget. Jó, és képzétek, volt olyan, aki besétált ide. Igen, tudom. Egy nagyon komoly pénzzel, pénz összeggel. Igen, hát mondhatjuk, hogy mennyi. Szerintem 500 ezer forinttal tegnap valaki megérkezett. És mondta, hogy akkor ezt neki. Köszönjük szépen. Igen, a Julit kérte meg, hogy ő utalja, meg nem tudja elutalni, és behozta ide KP-be. Igen, elképesztő. Csabi, kámra meg zenéid lesznek? A Traint hozom. Én őket továbbra is nagyon-nagyon szeretem. És a 7. lemezükről egy újdonság, aminek annak idején már 7 lemezük van. Igen. Pont a kívánság műsorban volt a magyarországi ősbemutatója, Angel in Blue Jeans. Mi van, ti nem szeretitek a Traint? De jó, jó. De csak ekkora dózisban. Én szeretek vonatozni. Igen. És minden nap egy kicsit csak. Na várj, akkor keresek neked, na? Tessék, lesz egy repülők, csak neked. Azt a jó. De jó. Jó? Jaj, a Traint jött eszembe, a szélsz még ki se fizette a füledi vonatszámnak. Na látod, ezért na, mert mutyizol, mi tessék, mert mutyizol, aztán te is fizetetsz itt mindent. Fotóztad volna lemagad a mávállomáson. És már a mávot tudnád behajtani. Nem tudod? Ezúttal is nem dohányzó kocsit választok. 555 55 00, Csabi telefonszáma, itt tudtok tőle dalt kérni, jövünk holnap 6-kor. Szia, sziasztok! Sziasztok!